Élnék egy fényes csillag, ki beragyogja életutad. Ti vagytok az urak, miért nem hoztok olyan törvény, mikor ezt megtehetitek? Nem? Veszett egyszerű. Vagy ebben nincs félrapucáltok, vagy hogy működik ez az egész rendszer. Elszomorít az, hogy nem tiszteljük azt, aki felnő. Azoknak is, akik felnőnek ebbe a világba, már szomorúnak kell és félni kell, és hogy mi fog velük történni. A szülők már nem tudnak jó példát mutatni, mikor a szülők is drogosok, a szülők is alkoholisták, vagy legalábbis kötődnek hozzájuk, a depressziónak valamilyen állapotában vannak, ugye a szülők is bizonytalanok, tévéhez, kibervilághoz vannak kötve, és megkérdezem, hogy mennyit foglalkoztál a gyerekeddel. Most egy fiatal pár eljön hozzám, és 3 éves a gyerekük, és képzeld el, hogy a gyerek nem hajlandó Isten igazából beszélni. És kérdezem, hogy hogy nőtt fel? Hát ők dolgoztak, meg hát ugye el voltak foglalva az élettel, és a gyerek 3 éves koráig, 2 hónapos korától a tévé elé volt téve a kis járókája, és a tévé nevelte fel a gyereket. És a gyerek minden ilyen gépi hangot, meg ilyen játszó hangot tud mondani, de emberi hangot egyszerűen nem hajlandó mondani, képzeljétek el. Nem úgy viselkedik, mint egy ember. És akkor mi lesz most az gyerekünkkel? És mondta neki, hogy rendbe fog jönni, de arra kérlek benneteket, hogy több gyereket erre a világra ne hozzatok. És tudod mi az egészben a poén, hogy nézzetek meg, hány gyereket nevel fel a televízió? Hány gyereket nevel fel a kibervilág? Hány gyerek van oda ültetve és valamilyen szinten rábízva arra, amivel nincs érték. Valamikor valamilyen szándékból, reklámokból, valamilyen terv alapján létrehozták azt a filmet, vagy akár meséket is nézzük, mindegy gyilkolnak, ölnek, songókutúrod, fegyver, minden. És nézem azt, hogy nem normálisak a gyerekek. Az elmúlt fél évben kb. 30-en esettel kerestek meg minket, hogy most akkor mi lesz. Most pánikba estek, hogy mi lesz. Elmentek az óvodába, és az óvodába azt mondta a nő, hogy alkalmatlan az óvodai munkára, el kell őket vinni, nem tudom, pszichológushoz. 3 éves gyerekeket pszichológushoz. És mondom, hogy nem a gyereket kell elvinni, téged. Milyen érdekes ez. Kedves testvérem, egy felborult világban élünk, efelől nincs kétségem, és engedd meg, hogy még egyszer szeretettel üdvözöllek téged. Így győrben, és tudod, kezdjük azzal, hogy most te kérdezel én tőlem, és most utána folytatom azzal, amire jöttem hozzá. Bármilyen kérdésed van, tudod, nincs hülye kérdés, csak hülye válasz. Tévedni csak én tudok, tessék, parancsolják, kérdezzél bármiről, amiről gondolod, hogy szeretnéd tőlem hallani a választ, parancsolják. Üdvözlőd, Milan. Szia. Régen volt nekünk egy nagyon kedves, aranyos népszokásunk, és kérdésem az, hogy él-e még ez a népszokás, működik-e, és hogyha él, van-e egyáltalán létjogosultsága él most is, és hoz-e még mindig olyan pozitívumot, amit ez a bűnbájos kis népi játék akkor hozott. Mi ez a népszokás? Ez a népi játék, népszokás, az előtte mész a túlvilágra és engem szolgálsz. Kedves testvérem, ez régen volt népszokás. Ez az utolsó ilyen, ami le van írva a történetben, és a német történet hagyomány van leírva, a német történelmi dokumentumokban találják meg. Lehel vezérünkről van szó, ugye? Ő mikor elmennek Nyugat-Európába, és ott ugye mennek és hát teszik a dolgokat. És hát Isten igazából embereket nem bántanak, az összes keresztény misztériumot, helyeket, mindet megalázzák, felgyújtják, stb. Ilyesmit tesznek vele. Aztán akkor a német-római császár óriási csapdát állít nekik, már ki van a hócipőjük, úgyhogy tönkretesznek mindent és félnek tőlük az emberek, és csapdába csalják őket és megfogják. És mondja, hogy miért csináltok, amit csináltok? Kérdezte tőlük a császár Konrád. Azt mondja neki Lehel, hogy tudod, mi a nagyisten parancsát hajtjuk végre. Egy érdekesség ebben, hogy tudtuk, hogy az istenek között is vannak rangok, úgy tűnik, ugye? Van alacsonyabb rendű, középrendű és magasabb rendű isten. Aztán mondja neki Konrád császár, hogy na most hiába ti a nagy istennel vagytok kapcsolatban, és az ő parancsát hajtjátok végre, most meg fogunk benneteket ölni. Egyszerűen kiresztek végezve, mert ez őrület, amit csináltok. És mondja le, hogy no probléma, semmi van, nyugodtan öljél meg. De nem tudom, hogy nálatok, a ti világotokban szokás az, hogy az emberek az utolsó kívánságát teljesítik. Mondja a Konrád császár, nekik természetesen igen, a szokás.
Azt mondja, hogy, hogy van-e arra esetleg lehetőség, mondja neki, hogy ő még egyszer belefújna kürtjébe, lehet. És a hírek szerint, ugye nem az, amit Jászberényben láttak ezt a kis csontkürtöt, hanem azt írja a német leírás, hogy 7 kilós érckürt voltam befújt, 7 kilós érckürt. Azt mondták, hogy természetesen van lehetőséget, odaadták meg a kürtöt, egy szökkenéssel, 7 méter ugrik egy helyből Lehel a kürtjével, ott van a császár előtt és fejbe veri a császárt. A császárnak ketté reped a koronája és meghalott rögtön. És azt mondja Lehel, most előttem mész a más világra, és ott engem szolgálsz. Érthető? Ez az a híres történet, ugye, amire gondolom, hogy te is tetted a kérdésedet. Ez azt jelenti, hogy tudtuk annak idején, hogy a halál pillanatában kimondott szó, kigondolt gondolat, a másik oldalt egy kaput nyit nekünk, hogy hova megyünk. Tudtuk, hogy ugyanúgy működik, mint amikor a gyerekek beülnek egy vidám parkot, hogy lehet választani belül, kijön autóba, és nyomkodhatja, hogy most piros legyen, sárga, automataváltós, és ilyen szimulátorba bele tudnak ülni. És több lehetősége van. Tehát mikor beleültek a halál pillanatába, amikor létrejön a halál, ha ott tudatosan valamit kijelentek, a másik oldalt az ott precízen folytatódik. Tehát közölte Lehel, most tenész előtte a másik, másodleg is ott engem szolgálsz. Tehát megadta neki az ukázt, az elhalónak is és saját magának is. Érthető, így működött a rendszer. És most azt kérdezed, hogy ez a nagy szokás most működhetne. Kedves testvérem, mindig működhetünk, ma is működik. Csak képzeljétek el, hogy még egy ember meghal most a mi világunkban. Mikor valaki meghal, milyen gondolatai vannak? Hazamegyek? Melyen nézen folyó Mennyország? Minden vágyam itt teljesül, csak egy gondolat minden és kész szárbaszatik. Milyen gondolat? Jaj Istenem, mi lesz a családban? Mi lesz a vízért? Mi lesz azzal? Mi lesz szemezzel? Érted? Mi lesz nélkülem? Senki nem készít fel bennünket arra, hogy igenis ezek kapuk, amiken átmegyünk. Még egyszer, ezek nem végek. Ezek nem gödrök. Ezek nem az a pokol, amit ők kitaláltak és belugrunk és akkor kész, reszeltek. Hanem képzeljétek el, hogy ezek kapuk. A kapukon átmenve, a kapukban kiejtett gondolat, vagy szó, és a gondolat és a szó együtt rezeg, akkor arra a pályára tesszük magunkat, arra az útra tesszük magunkat, a 36-osra, a 7-esre, a 6-osra, érted, melyik útra tesszük magunkat, melyik program. Ma is működik. Mikor embereket tanítunk, akkor elmondjuk nekik, így kezdjük az élet. Három részből van születés, halál és közt az élet, emlékszel? A születés és a halál, az precízen meghatározunk az idejét. Ott fenn, mielőtt leszületnénk. Nem tudunk itt beleszólni. Nem tudsz beleszólni, ha nem leszel öngyilkos. Öngyilkos leszel, sajnos ugye a halálon tudsz változtatni. Ha nem leszel öngyilkos, akkor ez a két dolog precízen megtörténik, a születésed és a halálod. Eddig érthető? Ami közte van élet, azt meg picit ránk van most bízva, és általában precízen elvaltázunk, amiben beleszólhatunk. A halálba és a születésben nem szólhatunk bele, ez precízen történik. Közte beleszólhatunk az életbe, és ezzel mindig óriási módosítunk rajta, és mindig negatív irányba elcsúszik. A régiek, amikor figyeld ezt a régi ősi történetünket, ami nem magyar történelmírás maradt meg, hanem németben, akkor azt látjuk, hogy milyen tudták azt, hogy a létezésnek nincs vége, tudták azt, hogy a halál egy kapu, és tudták azt, hogy amit ott kijelentenek, az arra, ott mennek tovább, oda folytatódik. A legtöbb ember a keresztény beavatkozásnak, keresztény beavatkozás következtében, ami a lélekben, mint program is sajnos megült, és a homlokára meg rárázolták, és azt mondták, így kezdődik a földi pályafutásod, hogy bűnben születtél, és bűnben fogsz meghalni, érted? Most volt a hangfazó szerve, ezt a múlt héten, vagy ezen a héten. Azt mondták, soha ne feled, hogy porból lettél, és porrá leszel. Érthető? Figyeld meg ezeket a programokat, megadják neked az ukász, hogy neked ott véged van, és leszeltek. Nincs benne a programjában az, hogy van tovább. Ha mégis benne van a programjában, hogy vagy tovább, figyeld meg mi van, Isten elé mész, aki mérlegelni fog. Eldönti, hogy most pró vagy kontra éltél, előnyösen vagy hátrányosan. Méltó vagy a mennyországra, vagy méltó vagy a pokorra. Nézzétek meg, erről szól a keresztény misztika. Most ha belenéz egy elhaló ember, és képzeld el, az összes szar előjön, mikor ott fekszik a babátyárágyba, az összes nyüge, minden előjön, és nem az jön elő, hogy hú, de király ember voltam, hanem az összes, amit csinált másokkal, amit csinált, érted, ahogy lereagált az életet, azok jönnek elő, és eleve bekapcsolja magát, bekapcsolja ezt a programot, hogy igenis ő méltó a pokolra, vagy a számonkérésre, vagy a büntetésre. Érted? A büntetésre. Az emberek 99%-a, aki valamilyen
formában hisz a zsidó-keresztény hazugságban, a saját magát ítéli arra a kárhozatra, ahova a halál után fog menni. Saját magát ítéli. Érthető? Ilyenkor jobban jár az ateista, az legalább nem ítéli magát sehova. Érthető? Az ateista sajnos abban, az meg abban gondolkodik, hogy meghal, és akkor tényleg vége van, nincs tovább meg. Az is valahogy a feloszlásra ítéli magát. Nagyon kevés ember az, akinek a tudatában ott van, hogy igen, én egy örökké létező végtelen szellem vagyok. Akinek most volt egy földi élete, előtte volt nagyon sok földi életem, és még lehet is földi életem, érthető, de ide nem bűnözően jöttem, ide nem bűnt elkövetni jöttem, hanem ide játszani jöttem, élményeket szerezni, tapasztalatokat szerezni, ezekből megértésekkel szülessenek, és dokumentálják egy csomó olyan dolgot ebben a világban, amit a legtöbb ember azért nem dokumentál, érthető. Mi a dokumentáció? Megértés szülessen bennem. Ne az élmény meg a tapasztalat, mert az minden nap van egy csomó, azok súlyok, terhek. Nézzétek meg, ha visszanéztek a mai napban is egy csomó problémát, egy csomó teher. De ha megértem, hogy az miért történt velem, ha megértem, akkor viszont az engem minden körülmények között emel. Az utolsó pillanatban is erre célszerű felkészülni, mikor kell felkészülni a halálra. Kérdezek mindig az embertől valamit. Mikor elindul egy 100 méteres síkfutó az olimpián, mikor elindult az elindulás pillanatában, hol van a figyelme? A célon. A célon. Mikor te megszületsz, az micsoda? A start. És mi a cél? Mondd el, mi a cél? A halál a cél. Érted? Ha tudjuk azt, hogy a halál az nem vég, hanem a halál egy kapu, akkor az ember mindent az életébe az alá tesz, a cél alá tesz. És mi a cél? Hogy mire odaérjek, minél több értéket tudjak összegyűjteni. Olyan értéket, amit a rozsda és a moly nem eszik meg, mondta egy 2000 éves srác, érted? Olyan értéket gyűjtsetek, amit a rozsda és a moly nem eszik meg. Mi az az érték? A megértések, érted? Nem felejteni azt el, hogy ki az utazó, nem felejteni azt, hogy honnan jöttél, hova tartasz és minek vagy itt, és még egyszer tudni végig, hogy ki az utazó. Az utazó egy végtelen, örökkéltő szabad szellem. Meg? És az első pillanattól tudom, nincs büntetés, nincs bűn, ide játszani jöttem, ez egy játszótér. Egy játszótéren nem lehet elkövetni mindent gyereknek. Érthető? Így működik a rendszer. Ha ez a tudat bennünk van, az egész élet könnyebbé válik. Az egész élet egy kicsit lazábbá válik. Nem azt jelenti, hogy bármit megtettek és tönkretettek bármit, de értsétek meg, hogy ha tudom, hogy ez egy játszótér, ha tudom, hogy nekem teremtetett, egyetértsetek meg, a rábán nem tudtok egy karddal egy sebet ejteni. Ugyanígy működik. Ide lejöttünk játszani, megérteni, megtapasztalni magunk nagyságát, és kipróbálni saját magunkat itt a sűrű anyagban is. Hogy itt is képesek vagyunk emlékezni magunkra, és tudni azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartunk. Megy? Ez mindig az emberek ott lenne ez a tudat, akkor a halál az nem valami förvendényes dolog lenne, amire ne is beszéljünk róla. A gyerekeknek nem is szólunk a halálról is. A halál nem az, hogy menjünk vihorjuk a gyerekeket a temetésre. Nem szabad lenne temetéseket tartani. A testet oda kell adni a tűznek, azt elégetni, kész. Érted? Azt várjunk, hamu fúj el a szél. Értsétek meg, az egy elhasznált ruha. Mi az Isten kell azt ünnepelni, meg milliókat ölteni abban, hogy eltemessék és elkaparják. A tudatnak, ez irányú tudatnak vagy tudatosságnak a beszennyezését, a zsidó kereszténység tette tönkre. Az ős magyar tudásunk szerint, amíg mondjuk azt 1000 éve történt, mikor itt voltunk, még ez a tudásunk ott volt. És nem csak nálunk volt ott, hanem nagyon sok a perzsáknál egészségete, a főniciaknál. Tehát ott volt, keleten most is ott van, Indiában kimész, most is ott van. Mindenkiben ott van. Csak a kereszténység oltotta be az embert azzal, hogy uralja még a lelket is. A fizikai testet és az elmét uralja azzal, hogy büntetés, már itt büntetnek téged mindennel. Ha szittad az Isten, ezt csináltál, azt csináltál, mondjál, micsodát, menjél a paphoz és mózerold be magad, hogy hívják ezt? Gyógyul meg magad, emlékszel, aztán a pap majd ő beszél az Isten és kirolja rád a büntetést, aztán majd, ha te visszamész, az Isten még plusz számon kér. Tehát érted, ez egy akkora plusz teher, egy akkora plusz súly, egy akkora bizonytalan és értelmetlen logikátlanná tesz az egész életet, hogy szinte nem érdemes benne jön. Meg? Hogy mikor tudjuk ezt visszaszerezni? Én már visszaszereztem. Gondolom te is. Akkor a többieknek is meg. Parancsolják, kérdezzél! Igen? Szia Béla! Szeretnél. Kicsit másik
volt a téma. Egyik előadásokban említetted, hogy Magyarország erdeiben láttál törpéket. Zemplénben. Zemplénben. Az lenne a kérdésem, hogy ezek a lények, hogy ezt egy kicsit elmesélnéd, mert csak futólag említetted, és hogy tényleg ilyen lények élnek Magyarország erdeiben? Vagy esetleg ez arra a régióra vonatkozik szerinted? Nézd, nem akarok törpelelesre indulni, csak úgy érdekel a... A földnemű bolygón ezek a lények előbb voltak, mint mi. Kezdjük így. Előbb voltak. Ha a teremtés úgy igaza, hogy volt, hogy kezdetben teremtésten ezt elgetés a Földet, majd a Földdel foglalkozik 5 napot, és úgy víz, akkor a füvek legelő állatok körnek, majd egy a repülőállatok, stb. Csúszómászók, viszik állatok, akkor tudni kell, hogy minden, ami most a földnemű bolygón él és mozog, növény és állatvilág, amögött van egy szellemcsalád. A szellemcsaládnak a feladata az, hogy van egy központi irányítás, ezt így a legegyszerű fölfogni, ami lehet esetleg földanya, igen, lehet esetleg valami földön kívüli hely, ahonnan például mondják a gólyáknak, hogy most induljatok haza, mert ekkor ott ez is ez történik. A másik év az, hogy még most ne induljál, hanem 2 hét múlva később, mert hideg van, és érted, hogy valakivel értekeznek. Most a földön 4 ellen van. Maga a földnemű bolygó, ahol te és én élek, és belőle van a tested, az is ugyanebből a 4 elemből van, tűz, víz, föld, levegő. Igen? Nagyon sok embernek idáig nem jut el egy életen át a tudata, hogy a bolygó, amin élek, 4 elemből van, a testem ebből a bolygóból van, és erre az tökéletes bizonyíték, hogy a Földnek 79% folyadék, 21% a százanyag, tudós mondja, nem én, a fizikai testünkre ugyanaz igaz. Az emberi test is 21%-ban százanyag és 79%-ban folyadék. Érted? A nyirokrendszer, a vér, stb. Tehát tökéletesen analógak ugye a felépítési rendszerek. A másik dolog, hogy mi a 4 elemet eszünk. Érted? Tehát amikor eszed a kenyeret, megvan, hogy mi, hogyan jön, például mondok el egy példát. Képzeld a búzát, a kenyeret mindenki általában eszik, hogyan van a búza? Van a búza, egy információ halmaz, ugye? Egy rezonans, egy mag. Igen? A magot beleteszünk mibe? A föld elembe. Meg? A tűz elem a nap csinál melegíti, a víz elem az eső áztatja, a levegő elem meg ugye ott van körülött, hogy ne ragadjon, mert nem kap levegőt, akkor vége mindennek. A 4 elem kell ahhoz, hogy megmutassa magát, és egyszer búzával egy kalász lesz. Ami kb. 40-50-szerezi magát, amit beleültettünk, érthető. Tehát maga az elemek azok, amik a táplálékunktól kezdve minden életre szükséges információt felnövesztenek, életben tartanak és működtetnek itt a látható világban, és bennünk a testünkben is. De nem csak a látható világ elemeiről gondolkodjunk, a tűző, vízű, földő, levegőről, hanem mindennek van egy energetikai aspektusa és egy magasabb rezonanciája. Érthető? Most az, hogy a látható világban, amit ti láttok, a tűz, víz, föld, levegő, hogy ez kordában legyen tartva a szónemes értelmében, tehát ha kell, akkor égjen, ha kell, akkor ne égjen, ha kell essen, ha nem kell, akkor ne essen, érthető. Ezt egy szellemcsalád tartja kordában, egy központi irányítástól függően, amit az előbb említettem, lehet földanya, vagy egy kinti dolog. A tűzszellemekhez tartoznak a szellemcsaládjuk, úgy hívják a szalamanderek. A vízszellemhez tartoznak a nixek. Sellőként is ugye szokták őket említeni, maradjunk a nixeknél. A levegő elemhez tartoznak a szilfidek, vagy tündérek. A föld elemhez tartoznak a koboldok, manók, törpék. Ez az ő misztériumok, és ezt ők működtetik, ezt az egészet, ők tartják rendben. Az emberek, ha a mesékben nézitek, sokkal több igazság van a mesében, mint amit most a történelemórán tanulnak a gyerekek, sokkal több igazság van a mesében, akkor szinte nincs olyan mese, ősi mese, amiben ne találkoznátok ezeket, törpék, manók, koboldok. Tehát ők, miért mondom ezt, emberközeliek voltak. Kapcsolatuk volt az emberre, minden ember látta őket valamilyen formában. Ami elriasztja őket a mi látható világunkból, az az úgynevezett gépesítés, a mű, ami mű. A emberi szándék is megváltozott, nincs irántuk tisztelet, érthető. Ha valahol látnak a fényképezést, fogjuk be, mutogassuk kettrezbe, érted, vagy lőjük fejbe, vagy valami. Most képzeld el, hogy félnek tőle, érthető.
A régi ember és a gyerekek is tudták, hogy méknek mi a feladata, tudták, hogy Isten igazából nem emberkompatibilisek, tehát nem játékszerek, nem úgy, mint most ugye egy műanyag szar, amit megveszünk, hanem ők dolgokat tették, az emberek tiszteltek, és amit most úgy hívtok, hogy minden szentek, az volt az emberek és az ő közös ünnepük. Ilyenkor az emberek ősz volt, és megköszönték nekik, hogy a négy elemet egyensúlyban tartották, és normális volt a termés, normális volt a búza, a tök, az állatok termése, jó szaporodtak, az értes, stb. És ezen a október végi estén, utolsó pár nap, tüzeket gyújtottak, és tudták, hogy ezek hol mozognak ezek a lények, és tüzeket gyújtottak, és a tűzön kívül tettek nekik ajándékot. Ételt, italt, valamelyik szerette az ékszert, vagy aranyat, vagy bármit. Kitettek nekik, és ez mind eltűnt reggelre, tehát ők ezt, sőt, lehetett érzékelni és látni neked. Ezt mindig hozzáért emberek vezényelték le ezeket az éjszakákat, általában a sámánoknak volt a dolga, hogy ezt megtegye. Tehát nem egy olyan dologról mesélünk most, amit az újongó szopok ki, vagy én, vagy másik, hanem ezek sokkal valóságosabb dolgok voltak ezelőtt még talán pár száz évvel is, mint ahogy most. Az embernek semmilyen tisztelete nincs a természet felé, csak menjetek ki egy erdőt és nézzetek meg, hogy hogy néz az ki. Ahol kirándulók járnak, most is érted el meg a Pilisbe, kedves testvére, ez hány ingeri rohadás, műanyag az egész életen minden. És képzelj, ezek a lények a rendnek a fenntartása voltak értekeltek meg, ez valahogy taszítja őket. Ez amikor én láttam ezt a lényt, ez 20 pár esztendeje volt, és én senkinek nem beszéltem róla soha. És képzeljétek el, hogy rá vagy három hétre Király Helmez környéken felvidéki tanítványunk, ugye Nancy-ke, akkor volt 16 éves, 17, nem tudom, és akkor tartottunk ott egy összejövetelt, kín vágás után, ez ott Hollóházak környékén van, pont az ország másik sarkán, és képzeljétek, ez a kislány nem kap levegőt, berohan a terembe, és elkezdi mondani, hogy mit látott. Persze, mivel kimentünk, nem voltunk. Ő elszomorodott, hogy hülyének fogjuk nézni. Kiült, megint berom, hogy gyertek, megint ott van. Érthető? És mondja neki, hogy nézett ki Nancy-k? És persze ugyanaz, én is ott láttam, és ugyanúgy leírta, hogy az úgy nézett ki. Na ettől a pillanattól kezdve mertem erről beszélni, és ő most is tanítvány, most is itt van a köreinkben, meg lehet őt kérdezni, tehát ez valóság. Aztán, amikor erről beszéltem olyan helyeken, mint például Mecsek. Érted a Mecsek? Két-három ember felállt ezelőtt 15 évre, és azt mondta, hogy ő 20-szor találkozott velük. Azt mondja, közel is engedte magához. Érthető? Kommunikálni nem tudtak velük, de látta és stb. Akkor találkoztunk olyan helyen, kimentem Kárpátaljára, most már nem mennék, ugye kimentünk a Vereszkei hágóhoz, motorral kimentünk dobbolni ezelőtt 20 pár évvel, ott is találkoztunk vele. Érthető? Tehát ott meg nem egyedül voltam, ott vagy négyen, ugye, és mind a négyen láttuk ezt a történetet. Ők valós lények, létezők. Érzik a te minőségedet. Ha nem jelentesz számukra veszélyt, látják, hogy szándékod nemes, vagy legalábbis kíváncsi vagy. Érthető, nem pedig ártó szándékú. Az ő világban ők most is ott vannak, csak úgy hívjuk őket a régi világban, hogy illékony lények. Hallottad ezt az volt, hogy illékony. Az azt jelenti, hogy meg tud testesülni, és el tudja, tehát árni lényét tud bánni. Oké? Okay? Köszönöm. Parancsolj, kérdezzél bármiről. Na! Lehet még? Vagy hát ott? Akartál? Parancsolj! Hogy lehet biztonságosan megírni a korábbi életeinket, úgyhogy ne legyenek olyan problémák, hogy esetleg negatív dolgok is följöjjenek és elkísérjenek, ahogy jelenleg. Hogyan lehet megnézni a korábbi életeinket? Hát, kedves testvére, én mondok neked egy érdekeset. Ugye én elkezdtem 36 éve ezt a spirituális működőt, nem tudtam, hogy én spirituális ember vagyok, mikor elkezdtem ezt. Eltelt sok év, mire ugye kiderült, hogy ez egy út, valamilyen szintű ugye kereső út, ami az akkori világban ugye mindenkinek a szemét szúrt és senkinek nem tetszett. Aztán amikor elindultam, akkor volt erről szó, tudod, hogy karma, meg sors, meg előző élet, meg bele, van múlt, meg jövő, meg van, aki látja, meg tudja. Hát persze rohantunk mi ezek, hogy látták, meg tudták, tőle voltak ezek asszonyok, férfiak. Aztán leültünk vele szembe, most már beszélek magamról, akik ilyen karmalátók voltak, meg ilyen idő valamik, meg valami kártyájuk is volt, meg ingájuk, meg mindenik volt tőle. Leültem velük szembe, és akkor hú,
úgy figyeltünk a fogunkkal is, hogy most mit fog mondani. Kedves barátom, azt mondom neked, hogy elmentem 50 ilyenhez biztos. És főleg Erdélyben voltam soknál, és most azt mondom neked, hogy ha ma lenne, ezt úgy döntenem kell, mert róla nem mennék semmilyen szinten. Én mindig azt mondom, hogy van nekünk egy saját életünk, és a saját, amit most fizikálisan most életnek hívok, egy élet, de az összes élet itt van most bennem, én hordozom. És te is hordozod, és mindőtök hordozza. Érted? Most innen értsd meg, hogy ha nem így lenne, hogy van az életünknek előzménye, akkor esetleg mindenki kazánkovács akarna, érted? Nem lenne előzmény, vagy mindenki asztalos, vagy nem tudom micsoda, érted? De nézd meg, hány ember megszületik, és ha nem lennék az óvodák meg az iskolák, még több irányzat lenne, és még több dologhoz értetnék, ami érted? De annak van, kell, hogy legyen előzménye. Az egyiknek ezt tetszik, a másiknak azt tetszik, ilyen ember, olyan ember, érted? Tehát még az, hogy nem mindenkinek egyfajta. Nézd meg, a szarka nem akar összejönni a fácán kakassal, érted? Mert érted, van benne egy program, ami őt csak arra teremi. A mi programunknak van előzménye, tehát ha 8 milliárdra vagyunk a földön, hogy bolygózni, nincs két emberek ugyanazt vágya vagy kíván, érted? Tehát van előzménye. És te azt kérdezed, hogy hogyan lehetne esélyt, nehogy a negatívval találkozunk. Engedd meg, most nagyon sok előző életemet értem, ismerem. És nem úgy van az előző életem, hogy azt az életemet gyerekkoromtól és születésemtől halálig átlátom. Mint képzeld el, pedig lenne benne a logika, mert azt mondja egy ember, amikor a klinikai állapotába kerül valaki, biztos ti is hallottátok, akkor azt mondja, hogy lepereg előtt az egész élete, hallottátok, ez pár másodperc az egész élet. Akkor én egyszerűen lenne, azt mondanám, hogy ettől az élettől vissza fel a 13-ot lepörgetem magam, mert ilyen nem létezik, nincsen. Amikor itt a Föld nevű bolygón van egy élethelyzet, egy életszituáció, akár érzelmi, akár anyagi, akár egészségügyi érthető, akár bármilyen élethelyzet, ami általában nehéz vagy traumatikus, akkor mutatja meg magát. Nekem akkor kezdődött az a megmutatása, és soha nem a pozitívon jött elő, hanem mindig a negatívon, hogy már ilyen volt. Vagy ettől még nehezebb, érted? Ez volt mindig a segítség, hogy volt egy érzés, egy kép, majd egy tényleges megélés is volt, nem mindig, de sokszor előfordult, és valahogy azt akarta nekem mondani, hogy ettől volt már nehezebb, és meg tudtad oldani. És itt vagy. Érthető? És nem a pozitívumnak nincs értelme, hogy jöjjön. Még egyszer csak a nehézségnek van értelme. Amikor most te kérdezel, és akkor én eljövök ide hozzátok előadást tartani, és ránézek, akkor tudom, hogy hol találkoztunk, mikor, érted? Tehát ennyi. De nem fut le az egész életünk, hanem a kettő kapcsolata fut le, hogy mikor találkoztunk, milyen körülmények között. Érthető ez? Tehát egy-egy részlet jön belőle elő, mikor valaki kinyitja felém a kaput. Valószínű, hogy bízol bennem, azért kérdeztél, érthető, valamilyen szinten elfogadsz, és mikor ez megtörténik, akkor kinyílik előttük egy kapu, érted, egy kapu, egy channel, és az viszont kinyílik afelé a kérdéssel kapcsolatos dolog felé, amit most kérdeztél. Meg, érthető? Az, hogy én tudatosan ránézzek egy földi életemre, szerintem 10 év volt az első, amikor meg tudtam csinálni, 10. 10. És ez nem úgy működik, hogy felrontott egy sört, na visszanézek, meg is unatkozok, hanem mindig van egy hogy mondjam nektek, egy trauma, érted? Egy traumatikus valami, érted? Valami megállít. Valamit nem értek ő vele a világgal kapcsolatban, és akkor egyszerűen valami kinyílik egy kap és megmutatja. És sokkal könnyebb megérteni a mostant, ha visszatudok nézni egy másikra. És amikor visszanézek egy másikra, akkor úgy fog fel, hogy akkor nem azt látom, hogy ott is ül egy ember, aki itt meg, mit tudom én, a fogát kisbaltával piszkálja, érted? Nem ezt látom, hanem egy szituációt látok, és könnyen meg tudom belőle érteni, fejteni, és a kiutat is megtalálom ebbe a földi létre. Érted? Ő mindig az jelenik meg. Az nem bravúrból, meg az, hogy úgy előtöbb az idő verzióból jelenik meg, hanem mindig segítő szándéka, mindig tanító a szándéka, másképp nem jelenik. De ilyen nincs, ahogy mondják, hogy kronovizor, hogy van a Vatikánnak valami ilyesmi, és hogy oda teker, az benéz, amikor Jézus mikor született, az lejátszott. De ez hülyeség, ilyen nincsen. Ez nem létező dolog. Mindötökben bennem az összes előző életed. Attól, hogy te most itt ülsz, itt Györbe, itt velem szemben, kétséged ne legyen fel, hogy előző életben volt kontaktuson, volt kapcsolatod. Érthető? Minden körülmények között. És ugye, még egyszer, így nem működik, hogy melyiket akarod visszanézni. Az esetek 90%-ában magától kapcsolva az egész, a profik azok 10%-ban már úgynevezett kereső szándékkal rá tudnak hangolódni bizonyos dolgokra. Érthető, de így működik. A taró nagy arkánum, ebben tud segíteni a 22 nap.
Ki tudja nyitni ezeket a kapukat? Ha az ember rá tud hangolódni, ugye pár gyertya, stb. Hívja azokat az erőket, akik ugye azt működtetik, a tagom magyar kánóát, akkor azért ki tudnak nyitni kapot. Érted? Ki tud nyitni a magyar rovás? A rovás. Ki tudnak nyitni a rúnák? Nem tudom, ismertek az Ógerben misztikának, az is ilyen vésetek a rúnák. Azok is szintén, amikor ráhangolódtam ezekre, akkor kiírtam kapukat, és nem csak a saját életemben, hanem ilyen kozmikus valóságok felé is kiírtottak kapukat, érted? De ahhoz hátat kell fordítani ennek a világnak. Nézzétek, mikor itt az életben van egy nagy hatalmas traumát, akkor az ember, mikor benne van a traumában, akkor mindig mi van? Akkor higgyétek, ott van a mosdó, érted? Akkor így érthető, és akkor nyílnak ki ezek a kapuk, érthető, így működik. De nincs, hogy én megfogom, és mindig könyvet kinyitok, és belenézek a 1527. életemben, nincs. Még egyszer, ez nem létezik. Engedd meg 36 éve művelem ezt a műfajt, nagyon kerestem ezt a típusú, amit te most kérdeztél. Sok éve már ugye tapasztalom, élem, képes vagyok rá, és tiszta szívvel őszintén mondom nektek, hogy így nem létezik. Aki ezt mondja, hazudik. Oké? És talán be lehet venni, hogy körülbelül milyen idős az a lélek, aki éppen fizikálisan megnyilván? Szép testvérem, most 8 milliárdan vagyunk a Földön. A lelkeknek a legszörnyűbb korszakban, és nem a legjobban, mindig a legszörnyűbb korszakban van a legtöbb lélek, a legszörnyűbb korszakban. Akkor maximum a szellem családunknak a 10%-a van, 90% mindig fel van. Érthető? A szellem családunk, most játsszuk, ez így nem igaz, de játsszuk, hogy 100 milliárd szellem rendben van. Ez egy pillanat alatt teremtődik meg és jön létre, egy óriási sejtként képzeld el, aki tud osztódni X felé. A szellem magának épít lelket, az az első testünk, az én magamnak építem, meg te is magadnak építed. A lélek, ami körbevesz a fizikai testet, most az a pendrive vagy a Winchester, egy adathozó eszköz, benne van, amit fentre hoztál, benne van, amit itt élsz, meg itt gondolsz, meg amit itt találkozom, meg itt lereagáltam, az összes előző életed benned van, érted? A fizikai testünket viszont már apuval meg anyuval hozatjuk létre. Valahogy, hogy mi hozatjuk őket össze, érted, és azt hiszik, hogy ő vágyuk a gyerek, nem, az fentről inspirálja az a bizonyos szellemlény, aki hozzájuk akar megszületni. Érted? Így működik a rendszer. Tehát még egyszer, a lelkek, mikor lélekről beszélünk, az egy test. És azt kérdez, hogy a lélek mikor mennyi idős, ugye? Ez értelmetlen. Mikor neked is van egy inged, meg nekem is van egy ingem, nem számít, hogy ezt az inget te mikor vetted, meg én mikor vettem. Azt számít, hogy aki vette, te számítasz, meg én. Érthető? Meg? A szellemről beszél. A szellem viszont kortalan, érthető? Mégis, ha most itt vagyunk ezen a planétán, a földelő bolygón, és ugye a szellem családunk, ugye, ami most egy csepp vagyunk, van óriás szellem családból, ami szintén tud osztodni bármeddig, ez a szellem család, akik idejöttünk, kb. 24 ezer éve vagyunk itt. És ebben mindenki itt van. Meg? És ebből jön ki egy-egy, amit lélekruhát csinál magának, és attól a pillanattól ő külön válik a szellem családtól. Van egy úgynevezett flexibilis vagy mentális kötődés, érted, hogy soha nem hagyja a szellem családot, de mindig vigyáznak rá. De mégis egy külön válás van, amikor egy lelket magadnak építesz. Egészen más élményeket és programokat, vágyakat tudsz beletenni, és döntéseket, hogy mit kívánsz megélni. Innen az egység része magad, de egy különálló minőségé változol. Érthető? Ha mégis kérdezhetnéd, hogy mennyi idős, akkor az, hogy mikor történt ez meg, mikor te a lélekruhádat felépítetted. Érted? Azért magyarázom meg, hogy legyen benne logika, hogy ne csak egy dátumot mondjak. Tehát mint szellemek, öröklétűek vagyunk, tehát egykorúak. A lélek viszont az, mikor úgy döntött, hogy te kilépsz az esélybe és építesz magadnak egy ruhát, érthető? És onnan van, hogy most még milyen idős, de megint egy érdekesség, mikor idejöttünk a földnevű bolygó körül, és ezt az inkarnációs évet, ezt a világévet, ezt az eont elindítottuk, aminek rövidesen vége van, akkor egyszerre történt a lélekruha megépítés is. Érted? Tehát itt lelkek is körülbelül egy idősek vagyunk. Meg? Inkább van még egy érdekes, amit talán akarsz te kérdezni, hogy van olyan lélek, amelyik inkarnálott a Földre 1200-szor. Van, amelyik 20-szor. Érthető? És itt van az ember, és ugye kezdem ugye közelni hozzá, a kérdésedhez, hogy melyik az értékesebb. Hát most megint egy érdekességet hagyd mondjak. Aki 20-szor inkarnálott, az nem azt jelenti, hogy nem volt annyi vér a pucájában, hogy nem jön, érthető, hanem valószínű, hogy ő egy élet alatt megértett annyit, mint esetleg, aki 1200-szor vezet,
ő egyértelműen többet értett meg, mint a másik 200 élet alatt. Érthető? Tehát mikor olyan szituációkban megy, mikor esetleg ő is felejt, vagyis nem figyel a belső hangra, vagy ahova leszületik körülmények közé, ott nem lesznek kompatibilisek, ott hibázik valaki, akkor többször le kell jönni, tehát hogy ezt megértsék, kiegyenlítsék, mert nincs egy befejezetlen terv. Tehát maga a szellemeknek nincs egy befejezetlen terv, minden tökéletesre kell vinni. Addig jövünk le, addig születünk egy inkarnáció ciklusba, még azt meg nem fejtjük, meg tökéletesen nem viszünk, érthető. Tehát innen van az, hogy esetleg többször született lélek, de a többször született lélek nem azt jelenti, hogy az értékesebb. Ne? Körülbelül? Köszönöm. Van-e még kérdése? Na? Tudom, hogy van. Parancsolja. Említetted, hogy a világ a feje tetejére áll. És most mi mit tudunk csinálni, hogy mi ne álljunk fejre? A világ a feje tetejére áll. Tudod, mondok neked egy olyan egyszerű dolgot, amit tudom, hogy hallottál. Azt mondják, hogy a bölcsös a máskárán tanul, adtál erről, a hülye meg a sajátján se. Értitek? Így működik a rendszer. Most nézzetek bele a világba. Az egész világ most abban a helyzetben, hogy mindenki más hibáztat a problémákért. Az egyszerű ember a politikust, meg a vezetőket, a vezetők meg az embereket, hogy hanyagok, meg stb. Érthető. A vallás így, a nem vallás amúgy. Tehát mindenki a másikat hibáztatja, érthető. És innen tudjuk azt, hogy fejezheti ide át a világ, mert az öreg igazság viszont így szól, hogy az oka mindennek én vagyok. Én vagy ok. Érted? Az ok én vagyok. Még az ember nem merül bele az önértékelésbe. Az ember nem merül bele abba az, hogy a körülötte megjelenő bajokat és problémákat ne úgy kívánja megoldani, hogy ítélek, másra mutogatok, hanem keressen magamba az, hogy én hol hibáztam. Érthető? A nagy rendszerben egy kis fogaskerék vagyok, de ha ezt a fogaskereket nézem, és azt mondom, hogy én forogjak tökéletesen, és nem nézem azt, hogy a másik hogy. És van egy érdekessége, megint az, ugye a magyar ember tudja azt, hogy a hasonló hozza a hasonlót, hogy zsák keresse a foltját, hallottátok ezt, ugye? Ha én igyekszem az én életemet tökéletesen tenni, és bármi, ami van körülöttem hiba, azt magamba keresem először, hogy én mit hibáztam, és igyekszem ugye magamban ezt rendbe tenni, és ugye tisztességesen, normálisan élni, teremteni, és egy érdekes dolog, akkor elkezdek ilyeneket vonzani magamhoz. De hát akkor mi van azokkal, akik ott voltak körülöttem, és még nyugos voltam, ők is nyugosak voltak. Kedvesen le fognak kopni, el fognak, lehet gyereket, feleséget, férjet, barátot, egyszerűen el fognak párolni. Egyszerűen ők azt fogják mondani, hogy te nem vagy normális, aki a béke, az igazság, valahogy a szeretet útjára lépsz. Érthető? Ma figyeljétek meg, hogy a emberiség tömegekbe akarja megoldani a problémát. Tömegekbe rontottuk el, de figyeld meg, hogy zászló parlament elé. 10 000 vagyunk, nem csak 5 000 voltak, nem 100 000 voltunk. És olyan a hűtés, tudod, és ez a baliznak. És én még mindenkinek azt mondom, ne állj be egyik zászlóval se. Te tedd rendbe az életedet. Tedd rendbe. Tanulj meg először magadnak nemet mondani, nem. A minden mértékkel, misztériumot betartani, étkezésben, nyilván, minden élettapasztalatban. Tartsd meg, e felé told el a biciklit, majd mikor magadban meg tudtad teremteni, és boldogan, és kereken, és kiegyensúlyozottan élsz, és kezded élvezni az életet, akkor tanulj meg nemet mondani kifelé. Ami kintről jött. Na, miért? Mert így döntöttem. Érthető? Kifelé. Ezt hívjuk szabadságnak. Ez a szabadság útja, csak ez lett a szeretetet. A szeretet nem jelenik meg magától egyből. Tehát meg kell teremtenünk a szabadságot, oda kell tudni magunknak adni. A szabadságot senki nem fog. Jön a keresztény hazugság, hogy Jézus meghalt, érthető. Bánd meg a bűnödet, és halálj kicsi. Most képzeld, a bíróságra bemész, agyon veheti 6 szomszédot. Igaz ez? Igaz. Bírónő, megbántam bűneimet, megbocsájtottam magamnak, meg nekik is, mehetek akkor haza? Érted? Hát hallasz ilyet, és nem az, hogy 18 év vagy élet volt hívva. Érthető? Tehát ez egy hülye lapos dolog. Egyet értsetek meg, hogy a világ káoszát én tudom megváltoztatni. Én. Meg neked is mindegyiknek el mondani, én. De csak a saját minőséged változtass meg. Béla, hát ez veszettkevés, mikor majdnem 100%-ban megy a sötétbe. Tudod, az érdekesség? Ha korom sötét van egy 300 méteres réten,
És én a közepén meg felgyújtok egy 1000 wattos reflektort, be fogja világítani azt a 300 méteres létet. Érthető? Egyetértek meg egy felévet. Egy igazán tevő, a békért tevő, a megértésére, a rendért tevő felér 1 millió birkával. 1 millióval, nem vicc, és talán még többen. Érthető? Egy. És ha így nézzük, akkor már nem lesz az arány. Ha így nézzük, akkor azt mondom, Magyarországon 10 ilyen kellene, érted? És akkor másképp érted, hogy mondod? Tehát ha így nézzük, akkor ez nem benne. De figyeld meg, hogy te, aki kérdezel, jó szándék vagy és nemes, de megteszed-e. Azt mondom neked, hogy menj haza, tedd ki a tévét azért a kukon mellé. Ez előnyös, Béla? Igen, előnyös. Sőt, a legelőnyösebb. Kívülről jövő információk megszakadtak, érthető? Így működik a rendszer. Hát akkor nem fog unatkozni, figyelj, mondok, a testvérem kérdése az előbb azt mondta, az összes előző életet, nem nézzel? Amikor már nem csal semmi kifelé, akkor mire fog és például menjél befelé, érthető? És benne sokkal nemesebb, értékesebb van, ami te vagy, érted, amit megértel, ami valóság, nem pedig hazugság. Nézzétek a filmeket, nézz az újságokat, nézz az internetet, hát ott egyet mondj már, ami 100%-os az igaz, ami ott van. Érted? Kedves testvérem, elindulok befelé. Mikor elindulsz befelé, barátom, mondok neked valamit, ott mindenre full tökéletes a megoldás. Elmúlik a betegség, elmúlik az öregség, elmúlik minden nyugés gond. Mindenre van tökéletes válasz, mindenre van intelligens, teljesen tökéletes, felemelő és előrevívő válasz. Itt állok előtte, nem azt mondod, persze, jó kis dubacsattogtatás, belengedlek benneteket az életemben, nézzetek be. Nézd be. Érted? Én így élek. Megtaláltam benne azt a békét. Nem mondom, hogy 100%-ban benne vagyok. És azt mondom, hogy még a Földön vagyunk, nagy eséllyel szerintem senki nem volt sose benne. Se Buddha, se Jézus, senki. De ha túljuttuk az 50%-on, az, hogy már többet jelent, ami bent van, az az érték. Tehát többet jelent az, ami bent van, mint ami kint van. 51-49% ez a minimum, és onnan elkezdtek fölfele menni, hogy már 60-70-80-ig elmert, és bent van, tudok nemet mondani, értéktelennek tartom azt, ami körbevesz, tudom, minden csak arról szól, hogy csapd a csábítás, hogy kihívjon engem, és ha ki tudod hívni magába, akkor van egy program, amit nem így találtam, hanem így működik, ahol a figyelmetek, ott az energiátok, és az energiátok azt építitek. Tehát ha ki tudták vinni a figyelmeteket, akkor ki tudták vinni az energiáitokat, és én már azt nagyon jól tudom, hogy a világ háttérhatalmi rendszerének, a démonoknak, a sötét oldalnak nincs saját energiája, csak veszed, csak ötlete van. És az ötleteivel kicsábít téged, és a te energiáidból építeti fel a saját mocskát. Érthető? Tehát itt ugye logika van abban, hogy az ember mondjon neki nemet, és befelé menjen. Odafigyelek, eljöttem ide kirándulni 60-80 évre, emlékszel? Ez úgy elég gyorsan megy, és amikor megyek hazafelé, akkor nem, jaj, most akkor Isten megbüntet, fogok menni ország. Egyik sincs, ordítok, egyik sincs, hanem hazamegyek a fénybe. Örökkeltő szabad szellem vagyok. Ez a tudat bennem van, életem első percében van, tudok gondolkozni 3-5 évesen, oda kéne adni minden gyereknek ezt, amit most mondtam nektek, és figyelj, nincs bedarálás, nincs, hogy bűnben születtél, bűnben fogsz meghalni. Hát képzeld, ki az a marha ember, anya, apa, oda visz ugye egy szoknyás buzi, ezt rárazol a munkát. Érted? Értitek? Pedig oda megy. Most kedves testvérem, tehát ezt kell megértenünk, érted? És a szabadságot magunknak odaadni, és ezzel hátra tudunk fordítani ennek a világnak, és meg tudjuk azt tenni, amit most nagyon sokszor elmondok nektek, hogy biztos hallottad tőlem, mert beszéltem a megbocsátásról. Na most azt mondom nektek, a megbocsátás egy zseniális és szenzációs dolog. De most elmondom nektek őszintén, veletek szemben vagyok, a fehér ember képtelen megbocsátás, amíg felejteni se tud. Nézd magadba. Még felejteni sem tudsz. Nem megbocsátod. Akkor hogy akarsz te emelkedni, meg belátni? Hát de mondom, akkor mi a francnak tépem a számot 36 év eddig mentem azért, hogy ez teljesen feleslegesen. És őt feleslegesen hallgatta. Magammal küzdöttem, érted? És ott volt a megértés egy előző, sokkal magasabb tudatszintet, amikor megéltem. És most elmondom ezt nektek. Nézd vissza az életedbe. Csak ebben. Amíg vissza tudsz. Nézd meg. Elég gáz. Amit velem tettek, amit én tettem, és még a gondolataimat nem is látták. Én is az övét. Képzeld el, ha azt, ha látnám, az lenne még majd gebasz.
És akkor én azt mondom most mindegyik őtöknek, nem csak itt, aki itt ültök, hanem ott is, aki majd nézi. Kedves testvérem, mindenki nézzen vissza az életével, megbocsátásra vessétek el. A megbocsátás egy nagyon jól működő rendszer, csak senki nem tudja csinálni. Azt mondtam, az igaz megbocsátás amnézia. Az meg se történt. Törlődik. Érthető? Nagyon kevés embernek sikerült. Közel az életemet adtam majdnem érte, és nem biztos, hogy néha nekem is úgy ment fúlosan, ahogy én ezt kívántam, hogy menjen. Most azt mondom, minden embernek nézz vissza az életedbe, ameddig látsz. Érzékelj benne minden pro és kontra, emelőt és pusztítót. Mosolj és mondjad, így volt minden tökéletes. Így volt minden tökéletes! És többet ne fordulj. Nézzem. Ezzel tudod, mit csináltál? Elvartál minden szállt és el is vágtál. Én engedd meg, most itt állok előtted, és én végigjátszottam ezt a történetet, és odáig eljutottam tiszta szívvel, amit most elmondok nektek, és tudod, hogy értelmetlen hazudnom, mert azt ezerszer visszakapom. Tiszta szívvel mondom nektek őszintén, hogy ha most újra kéne csinálnom az életemet, újra lehetne csinálni, mert kapnék egy lehetőséget, de már ezzel a tudattal, ami most van, ugyanúgy csinálom. Ugyanúgy, az utolsó hajszálig. Mindent úgy csinálom. Érthető? És azt is elmondom miért. Mikor lejöttél abból a fenti világból, csináltál egy tökéletes tervet. Kedves testvérem, rábíztad őrangyalokra, hogy tartsad, azt sem tudod, hogy vannak, meg hogy te megírtad, de rábíztad angyalokra, hogy ezt tartassák be veled. Hát olyan biztos lesz bennünk most, hogy a seggeden ülsz, hogy be is tartották. Érted? Csak azt csináltad, amit kellett, hogy csináljál, amiről te döntöttél sokkal magasabb tudatszinten. Most azért már idáig eljött, hogy hát ez az, hát tényleg is mondtam, hogy van benne logika is, hát tényleg akkor így volt tökéletes. Emlékszel? Ettől a pillanattól kezdve szabaddá válok tőle. De többen nem nézek hátra, és az összes figyelmet hova tudom tenni? Ide a mostba. És a holnapomat egy tökéletes, ragyogó holnappá tudom varázsolni tenni. Érthető? Megy? Nézd meg! Minden úgy volt tökéletes, hogy történt. Vissza úgy sem tudod csinálni, és még egyszer, nem lehetett másképp. Angyalok vigyáztak arra, amit rájuk bíztál, hogy így legyen. Ilyen hihetetlen van, hogy akkora mocskot beletettem az életembe. Hát kedves testvérem, ha jót akartál, miért nem maradtál fel a mennyországba? Ott nincs rossz, érted? Te azért jöttél, hogy pofon kapjál, érted? Ott nincs pofon. Azért, hogy segberugrás kapjál, mert ott nincsen, érted? Azért jöttél, hogy éhezzél, meg döblődjél, mert ott olyan nincs. Meg? Az otthon ellenpólusát jöttél megtapasztalni. Meg? Ezért ne bántson téged. Meg? Nincs bűntudat. Minden tökéletes. És ha így csinálsz, Istenem, de megkönnyebbültem. Kedden voltam Békés Csabán. Egy tanítványunk Gyuláról átjárt biciklin, képzétek, akkor előadást tartok, és most is februárban ugye volt, de hát úgy gyönyörű idő volt, majdnem 20 fok, átbiciklizett, és azt mondta, Béla, tudtam, mikor te jössz. Na és képzeld el, ezt így említettem nekik, amit most elmondtam nektek, és azt mondta nekem, hogy odajött, és könnyed, és azt kezdte, hogy nagyon köszönöm. Mindent tudok élni, értem, igaz, amit mondasz, és úgy élek, és csoda az életem, de ez a megbocsátás nem ment igazán, mondja ő nekem, és azt mondja, most volt értelme, hogy kedden találkoztunk, mert meg értem. És ez mindenkire igaz, barátom. Legyen könnyebb egy kicsit a holnap. Na, még egy kérdés. Nincs! Pedig van messziről jöttem, csak majdnem 500 kilométer. Igen. A borostyánk az a pajzsvíz, de meg a torok sok elő. Igen. Hogy van valami ötlet, lehetne, vagy lehet, hogy hány hónapos a fiam? 20 hónapos. Az én fiam 10 hónapos. Most volt pár nap, 10 hónapos, és 8 foga van 10 hónaposan. Észre se vettük, hogy ki jött, de ő se, meg mi se. Ja. De az összes fajáték, az összes be van neki, és
hülyére vágja a fajátékokat, meg a könyveket. Az anyja már nem adja, de ez olyan jó, hogy már ma hagy kóstol is, hagyja a gyerek. Ugye, tehát arra kell figyelni. De van a gyerek, amik erre fogékony. Ilyenkor mindig azt tudod, hogy az gyullad nekik egy kicsit, és a gyulladás az a fáj, hogy a repedés gyullad. Most ilyenkor ugye van, nem tudom, ismertek az aloe verát. Igen. De az is jó, ha megveszed, a first is jó, ugye, vagy ha a géllel bekened. De nekem aloe verám van, és volt nekem a Benzsika, aki most 17. éves fiam, annak volt ilyen gondja. És akkor az aloe verának a levágsz a levélből, és nem a zöld a külső, az egy pici nem jó, hanem azzal ki kell nyomni valami. És azzal mindig elnyújtom a szám, és bekentem. És az zsibbasztja, az puhítja, a gyulladást elviszi, minden nagyon jó volt. Nem kell sokszor sokat, hanem azzal csinálom, meg meglátod, nagyon aranyos. Jó. Sokat segít neki. Ha rejtid van, ha kristályod van, mindegyiket kell már alkalmazni, de az aloe vera nagyon más osztály volt hozzá. De ha fölszött, ha elfogadja a gyerek, majd két eset, az nem csíp, jó az íze is, mit? Vissza. Na, be kell neki fújni, és akkor mutatni, hogy így lobácsolja egy kicsit, de mondom neked, az aloe gél, nekünk van már olyan, hogy ott van méteres levele, itt engem mindig van otthon, de mindig tartok egy kicsit is, mert valamikor egyszerűen meghal a képzés, nem tudok vele mit csinálni. És mindig van, hogy ne halljunk ki belőle, tehát ilyen tartogatunk, és annak ilyen kinyomni, és bekenni a száját, jó? Az jó a gyomornak, a gyomrának, mindennek jó, az egész belső berendezésednek ugyan áttartani. Lehet valami másik programot rakni? Nem kell, ennyi elég kifelé, és ebben fogja. Mondja, nőjél minél hamarabb, hogy hújjon már lassan kifele, tehát. Oké, okay, ezt csinálom. Mondjuk azt meggyorsítottam most, amióta van ez a nyomtalanítva. Örülnek nekünk, oké. Okay. Köszönöm. Jó. Van-e még kérdésed? Senkinek nincs több. Parancsolj! Az a kérdésem, hogy szoktak ilyen furcsa érzeteim lenni, és nem tudom őket hova tenni, hogy most adjak tőlük, vagy ez valami más jelent. Tehát ilyen különböző irányba szoktam érezni, ahol balról jobbra irányuló, földről lefele, lentről fölfele. Hátom, tehát hogy volt már olyan is, hogy itt a hátamnál éreztem, utána így. De mégis konkretizált, hogy mi az az érzés? Meleg, hideg, ellöknek, húznak? Hát éreztem már ilyen lökést is, hideget is, meg kicsit ahhoz hasonló, mint amikor például a rejki a hatásom volt, ami ott olyan is. Tehát az meg ilyen, itt egy ilyen energia, az zuhany, tehát amit az. Az igen, nem megint más. Nézd, nagyon sok ember energia érzéke. És képzeljétek el, teljesen szimpla emberek, hétköznapi gyárba dolgozó, akárba dolgozó emberek. És akkor ilyesmit tapasztaltak, jönnek hozzám, és képzeljétek el, most ahogy mondod, ez ma történt velem egy kenyér bolt előtt Pidis Csabán. Megállok, és akkor oda jön egy nő, és azt mondja nekem, hogy ő úgy érezte az összes energiát, elveszik meg, mint a hasonlották volna. Ezt érezte a nő. Az összes energiát elveszik. És hát de úgy távol is velem, de én bementem a kenyérboltba, és ugye úgy lett alkalmasnak, hogy most erre neki tudok válaszolni, megtanulni. Csináljak vele valamit, mert mindjárt rosszul lesz. És körbenézem a hölgyet, és azt látjuk, hogy fél oldalas egy kicsit a lélekruhája. Tehát a bal oldala a lélekruhának kisebb volt, mondjam azt 10 centivel, mint a jobb oldala a lélekruhának. Miért van ez? Hát a csakrák általában a hétfő csakra középen van, akkor miért nem így működik az energia? Nagy eséllyel igen, hogy valami energiarablás történik. Az energiarablás történhet egy elhalt lélek által, történhet a démonvilág által, de a Földnek is vannak olyan, biztos hallottatok olyasmit, hogy ahol például odállnak az emberek és meggyógyulnak, vagy templomokat oda építették, érted? De vannak negatív fej is a világnak, ahol rosszul lesz, nem energiát vesznek el. Hogy esetleg olyan helyen élsz, laksz, fekszel, stb. Vannak Hartmann-zónák, biztos hallottatok erről, vizerek, azok kereszteződései, ezek mind tudnak ilyen hatást kifejteni, kivétel nélkül. Most rám nézek, nincs szellemi befolyásod, tehát nincs körülötted, hogy valaki lenne. Inkább azt mondom, hogy érzéken szenzitív a lélekruhát, és nem a fizikai test, hanem a lélekruha. Egy kicsit a lélekruhát nagyobb az összes többi ember, hiába érthető. Tehát nagyobb. Egy átlag emberi lélekruha az 40 centi, a fizika bőrtől 40 centi, 70 centi. A 70 centi az már nagyon jó, de 40 centi is elvihet. Ilyen majdnem másfél méteres.
Érthető? Tehát szenzitívebb, érzékenyebb vagy a téged körülvevő hatásokra. És képzeld el ezt, amit te mondtál most, erre képes egy gondolat. Egy emberi gondolat. És azt is tudod megélni, hogy ilyen nyomásvörökésként, érted? Egy szándék. Amit, és lehet, hogy nem is feléd küldték, csak a környezetedben más felé, és ezt lehet érzékelni. Meg? Ilyenkor mit tudunk csinálni? Nagyon egyszerű dolgot mondok nektek. Reggel, mikor fölkelsz, még maradjon benyugva a szemeskét, képzeld magad körül ezt az úgynevezett lélekruhát. Pont úgy néz ki, mint a fizikai tested. Rendben van, pont úgy néz ki. Kívülről legyen ez, elképzeled, hogy ez egy burok van körülötted, mint a föld körül is van egy ilyen biztos hallatot kerülni, jönnek vissza a repülők, meg jön a űrhajók, meg jönnek egy kisebb meteoritok, akkor elégnek, mikor nekütköznek ennek a föld külső résznek, biztos hallott ellen. Na most az emberi lélekruhának is van egy ilyen külső védekező mechanizmus, és ezért érzed ezt a lökést, mert valami neki megy. Úgy lehet ezen segíteni, hogy a külső oldalát elképzelitek, pont úgy néz ki, mint a fizikai testet, csak nagyobb 40-70 cm, hogy a külső része tükör. Reggel, vizualizáció. Bemondod a szemed, lásd, hogy ragyog kívül a ruhát, ha nem látod, mert nincs ilyen látás, akkor azt mondod, tudom, hogy a lélekruhám külső része tüköré változik a napra. És csináld meg egy nap, és figyeld meg, nem fogsz itt érezni. Érthető? Tehát azt kell, hogy ami jön, az vissza is verődik. Tehát minden, ami jön, az visszaverődik. De tudni kell, hogy a pro és, tehát a jó és a rossz szándék is, akkor egyedül vagy, magad vagy, érthető. Ezt általában azok érzékelik, amiket most elmondtál, akinek így nagyobb a lélekruhája, az öveké még egyszer szenzitívebb érzék. Jó? Oké, köszönöm. Na, van-e még egy utolsó? Nem ennyire úgy haza eljöttél, hogy nem kérdezett ki. Nincs több? Nincs jó. Engedd meg egy kicsit reklámozunk magunkat. Március 9-én egy új lelki gyakorlatot tartunk Budapesten. Én nem mondom ezt minden lelki gyakorlat, azt mondom, minden embernek el kellene idejönni, mert ezt meg kellene érteni a földi bolygón. A lelki gyakorlat címe a szerelem és a párkapcsolat mágiája. Mágia, nem tudom mit ott szerve a szóról, kereszténység szerint ettől szaladni kell, másik irányba. A mágia egyszerűen itt jelent, hogy erőtan, az erőt kell bánás tudománya. Ezt így kezdődik. És a szerelem és a párkapcsolat, eszem nincs ember, akit a földövőgön ne érintett volna meg, és ne emelt volna az elén, és tepusztította volna a végén, vagy a közepén, általában úgy ez az ember is. Ha megértjük ennek az energetikai dolgát, ha megértjük azt, hogy hogy reagáljunk, hogyan álljunk hozzá a menőhöz, a jövőhöz, a rontóhoz, a bántóhoz, az imádóhoz, ha mindent tudunk kezelni megfelelő időben, megfelelő módszerrel, akkor érdekes, a szerelem nem az lesz, hogy elmúlik és helyette marad a szeretet, hanem a szerelem marad örök, mert a szeretet a Földön nem létező dolog. Tehát itt is már önbecsapás történik, hogy a szerelem elmúlik és jön a szeretet helyette. Nem, szeretet nincs a Földön, az emberek nem tudják, mi az, hogy szeretet. Amit szeretetnek hívunk, amit esetleg karácsonyban megtapasztalsz, azt úgy hívják, hogy barterüzlet. Emlékszel? Az már nem szeretet. Az adás és a kapásról szól, és általában ugye soha nem az igazi szeretetről. A szerelem és a párkapcsolat misztériumán mindenkit meg tudok arra tanítani, hogy hogyan kezelje önmagát elsősorban, és hogyan kezelje azt, aki felé közeledik, vagy most mellette létezik is. A legtöbb esetben a dolgokat rendbe lehet hozni, a legtöbb esetben. Nagyon kevés esetben nem, akkor megtanítalak, hogy kell elengedni. A rendbehozatalra is megtanítom ki, és esetleg egy új fogadására is, és hogyan lehet stabilizálni és biztosítani. Tehát a mentális szintű tudását is odaadom neked, plusz odaadunk egy mágikus hatalmat, tudást arra, hogy hogyan kell elengedni, megtartani, megteremteni. Tehát ha valakit az érdekel, ez március 9-én, két hét múlva lesz, a holnaphoz két hétre, akkor lesz ez a lelki gyakorlat. Soha nem debütált még, most debütál először Budapesten, tehát ha szeretnék köszönni, szívesen adjuk. Március 30-31-én sámánképzésünk lesz. Az ős magyar tudásunk. Nem hitünk, nem vallásunk, az ős magyar tudásunk. Akit esetleg ez vonz, én bejártam a világot, hogy ezt megtanuljam. Perutól Mongóliáig, Mexikótól Kenyáig, Fidzsi-szigetek, Ausztrália, sok helyen voltam a világban, vagy Szudánban, hogy ezt megtanuljam. Megtanultam, és úgy jutottam vissza haza a mi ős
fajtánkhoz, népünkhöz, a mi ős programunkhoz, és tudom, hogy a legősibb igazság hordozója Sáron Ignós. Nincsenek szent könyvei, egy filozófiája van. A létezésben minden él, minden egy, és minden mindennek foglalik rá. Ha úgy érzed, hogy ezzel dolgod van, akkor ez március 30-31, tehát péntek esti érkezés, és vasárnap délután engedünk majd el. Egy más tudatállapot, amiben bekerülünk ebbe a bizonyos avatáson, és az ember egy más minőséggel jön vissza. Ez egy kicsi újjászületés, ami az egész föld életünk lenne meghatározza. Ha szeretne ezzel részt venni, csak unikumoknak való, akik tényleg mernek elmélyülni abba a tudásba, mint olyan más, ugye egy kicsit be van szarva, gyere el, óriási csoda! Április 6-án, 7-én az öreg sámányénkkal találkozunk, akik már voltak a sámányokon, és mindig volt öregeknek is egy összejövetel. 6-a, 7-e. Április 13-án rejki mestertanárokat képzünk, aki oktatni tanítanak arra a rejkit, és legalább a rejki 2-es fokhoz, azokat várjuk. A május 4-én a tarot lelki gyakorlatot tanítjuk, majd futólag említettem, belenyúltunk. Ugye ez a tarot nagy arkánum a Énoktól származik. Még a Bibliájukban is benne van, Énoktól beleírták. De egyetlen a világon, a földnőkben egyetlen nép van, amit még ma is érte az ő nevét. Én. Június 23-30-a nagy ezoterikus távon, ez a 36. távon, amit csinálunk. Ha úgy érzed, köztünk 8 nap reggeltől estig, teljes ellátás, szállás, és még történik is teljes ellátás, legyen 4-8-kor kezdünk és éjfélig tart minden napunk. Előadások, gyakorlatok, dobolás, tánc, ének, tűz, mindent, amit akarsz, mesét, minden fakultatív, semmi nem kötelező, szeretnék köztünk lenni. El lehet most döntani, találkozhatsz velem a YouTube, Instagram, TikTok, hírlevelet küldök minden csütörtökön, nem tudom, tegnapig, ha olvastad. Ha nem olvastad, akkor egy e-mail címkácsát is jövőtötte is kapod. Adod 1%-ával segítheted a közösségnek, az egyházi adó 1%-ával, tehát újra visszakaptuk az egyházi státuszt. És az a lényeg, hogy az egyházi adó 1%-ából Árkád a Fényesvétes Egyház rajta, amikor az APEC honlapján. Ha erről nem rendelkezel, magyar törvény szerint automatikusan a keresztények kapják. Tehát mégiscsak rendelkezel róla. Hát én nem biztos nekik adnám. Ha nekünk adod, mi megköszönjük. És nagy tisztelettel ugye azt mondom neked, hogy biztos, hogy építünk elő és előre visszük. Bejárom a világot, minket senki nem támogat, és igyekszem minden ígéretemet betartva eljönni, ott lenni és szólni azokhoz, akik ezt igényik. Jó. A mai adásom témája, miért élsz? Talán itt az idei értelem. Miért élsz? Te miért élsz? Tudod? Nézzük még a nagy élőket. Te miért élsz? Te. Na igen. Gyermekedés. Még nem volt gyermeked, akkor miért éltél? Boldog pillanat. És az van bőven? Hogy akad. Akad. Igen, rendben. Kedves testvér, te miért élsz? Tudod? Család. Tudjátok, az érdekes? Figyeljétek meg, hogy nincs rá egyértelmű válasz, nem? Hogy miért élünk. Az ember ennek cukornak, mondom neki, hogy tegnap, hogy azt hittem, miért élsz? Hát szóval főnök vagyok, mert csináltam. Mekkora varázslat az ez, és ugye vagyok, mert csináltak. És képzeld el, hogy a testvérem kérdésére mondtam neked, hogy Isten igazából nem azért vagyunk, mert csináltak és vágytak, azért, mert én döntöttem, hogy ide akarok jönni, ezért összehoztam aput meg anyuk a világ két spekvárt a magyarik sarkáról, képzelem, vagy a postár, ugye? De valakit odahoztam, mert azt kívántam, hogy ő legyen apu, meg anyu. Mindig a születendő dönt arról, hogy ő valakinek meg akar születni. Mindig, minden körülmények között. Ha viszont ez így igaz, akkor arról is döntök, hogy miért kívánok én itt élni. Mi az én értelmek az értelme? Hogy miért élek?
Ha én hozom össze azt a két embert, aki egy formát nekem meg fog teremteni, emlékszel, ami 9 hónap múlva ki fog anyuból bújni, és a születés pillanatában levágják az anyáról a köldök zsinort, és egy kozmikus köldök zsinorra rákötnek, és akkor jön létre az ember hármassága, a kis testhez akkor kötetik hozzá a lélekben a szellem. És akkor jön létre az ember hármassága, a szellem, lélek és test, érthető? Arról a programról te döntöttél, és nem itt apu meg anyu. Eddig érthető? Ha viszont én döntöttem róla, akkor kellett, hogy valamilyen cél legyen az életemnek, nem? Eddig érthető? Most induljunk innen. Ha én döntöttem róla, sőt, azt is mondtam, hogy egy tökéletes terve jövök, emlékeztek rá, mondtam, és ezért mondtam, hogy minden tökéletes volt, hogy eddig értél, emlékszel? Tökéletes terve jöttem, azt a tökéletes tervet én megélem, akkor, ha most megint kérdezek, hogy akkor miért élsz? Ez egy normálisabb válasz, hogy lejöttem ide a sűrűbe és kipróbálni magam. Ez normálisabb? Lejöttem kipróbálni magam a sűrűbe, a sötétbe, a fájdalomba, a küszködőbe, lejöttem kipróbálni magam. De hát ki az, aki lehet magát kipróbálni? Képzeld el, legegyszerűbb válasz erre, hogy lejött a fény a sötétségbe kipróbálni magát. És érdekes módon, ne hülyeskedj már, az nagyon egyszerűbb, a fény lejön a sötétség, mit csinál meghátrál? Hát kedves testvér, most 8 milliárdan vagyunk lenne, ez 8 milliárd fény van, és nem azt látom, hogy a sötétség hátrált meg. Azt látom, hogy a fény van becsomagolva, emlékszel, nagyon mélyen ott bent, érted? És a sötétség vett át a hatalmat az egész világ egyetemben. Nézzétek végig, csak a Föld nevű bolygóról beszéljünk most. Mutass nekem egy helyet. Mutass nekem egy szituációt. Mutass nekem egy bármilyen rendszert a Földön, bolygón, akár meg szigeten, ahol azt mondjuk, hogy az egy boldogságsziget, ahol mindenki tudatos, tudja, hogy minek van, tudja, hogy honnan jön, tudja, hogy mi a célja. Van ilyen a Földön, bolygón? Pedig hallottátok, hogy mikor először ide lejöttünk a bolygóra, a Földön, bolygóra, akkor az Isten lejárt hozzánk minden nap, sétált Ádi meg Éva mamóhoz, emlékszel, jött velünk, és beszélgettek, és minden. És a legvégén biztos tudod, hogy mikor tetettek ki a kertből, mikor a tudást megszerezték. Emlékszel? Most a tudás megszerzését a keresztény zsidó misztika az eszmetlen módon ledegradálta, és a tudás megszerzését bűnni degradálta. Emlékszel, hogy az volt a bűn. És érdekes dolog, ha nézed az ő misztikájukat, és nézed azt, amit én mondok, ami az ő könyükben van különben leírva, képzeld el, mikor leveszik a gyümit, emlékszel, amiben a tudás volt, emlékszel, és kinyílnak az ő szemek, emlékszel, olyanok lettek, mint az Isten meg, azért a beszéltem, azt nem lehetett, ugye, a tudás megszerzése, és másnap addig nem tette őket ki az Isten a kertbe, de amikor kinyíltak az ő szemeik, olyanok lettek, mint ők, akkor kitett őket a kertbe, és mit tudott nekik? Rohadt mocskos bűnözők, tolvajok, zsíványok, takarodjatok innen! Nem ezt mondta, tudod, mit mondott? Kitette, sokasodjatok és szaporodjatok. Vagyis mit mondott? Alkalmazzátok sokat a bűnt. Mert mi a fő bűn? Hogy megtanulták azt, hogy a pucu meg a punci nem csak húgyozásra alkalmas és szeretted, nem másnap a fügefa levéle jöttek ki, érthető? Nagyszer. És képzeld el, az Isten úgy tűnik, hogy veszett úgy tűnik, hogy erre várt. Kitett őket a kertből, és olvasd, de nem én találom ki, sokasodjatok és szaporodjatok. Hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, a mezőfagyin és a repülőállatokon. Szolgálj nektek minden élményül és eledelül. Képzeld el! És így fejezi be, és töltsétek be a Földet igazságos nemzedékkel. A Teremtés könyvét így jól, az ő bibliájukban. És töltsétek be a Földet igazságos nemzedékkel. Most józan paraszt tesző emberekhez szól egy józan paraszt tesző ember. Mondja, hogy két bűnöző, hogy tudja igazságos nemzedékkel betöltenek. Vagy nem voltak bűnözők, vagy az Isten másnapos volt, amikor ezt mondta, de valahol el van csúszva a történet. Érthető ez? Igen? És azt mondom neked, hogy miért élsz? Miért élsz? Figyelj, ha elmész, most Izraelbe szörnyű dolgot csináltak tegnap is, emberek, éhező emberek, akik már napok óta nem ettek, ott állnak, mert kaptak egy kamionkaját, és képzeljük, közzéjük, már majdnem 200 halott van, képzeljétek el. Éhező gyerekek, asszonyok közé, rohadt egy banda. És ezeket kell sajnálni, képzeljük, 70 éve ezeket fizet a világ, azért nagy rász.
Igen, most jön a zsidó holokauszt, ugye majd most ők okoznak másoknak. És képzeld el, hogy a most elmész Izraelben, a Knesset, ez az ő alaptörvényük, ami Magyarországon Orbán Viktorék állították tőle össze maguknak, és már átvitták százszor. Na most képzeld el, ott úgy hívják ezt, hogy ez a Knesset. Az ő alaptörvényük első törvénye, tudod, hogy szól a zsidóké? Ne higgyél nekem, interneten menjél utána. Tudod, hogy szól az első törvényük? Mi mai napig az első törvényük? Mi az első törvényük több ezer éve? Sokas, hogy éjszakarodj. Hajd uralmadat. Ezt tették a földemű bolygóban? Igen vagy nem? Ki a földemű bolygó? Mondd el! Ki a pénz, a fegyver és a hatalom? Ki? Az ő kezükben van minden? Hát? De ahhoz, hogy ők ezt ki tudják vitelezni, tőled el kell ezt fel. Megy? Valakin hatalmaskodnod kell, valakin uralkodnod kell. Ha ezt mindenki csinálja, akkor nehéz. Ne? Érthető? Elkezdett egy nagyon mély elvítés, és azt mondom az emberre, hogy most ezt kérdek, hogy mi értelme annak, hogy élsz a földnemű bolygót? Mi értelme van? Mert ha az az értelme, hogy ők tanítanak benneteket, az életednek az az értelme, hogy megszületsz, kibújsz anyugból, végigküszködsz 2-3 évet apáttal, anyáddal, a rokonsággal, az utána 3 év jön, emlékszel a húsdarálóba, óvodának hívják, emlékszel, az óvodában minden beléd darálnak, amit beléd daráltak van 50 éve, és tudod, mennyből az agy, nem vallásos óvoda, mennyből az agy, érted? Minden szart beléd darálnak, minden, vagy elmész az iskolába, és az iskolában 6 éves korodtól megint minden mocskot beléd darálnak, ami már régen igaz a fizikát, és értéktelen, mert amit ott tanultál az iskolában, kedves testvérem, nem tudom, szükséged van a krumplileves főzéshez. Vagy hogy őket tüzet rakni, vagy pénzt keresni, szükséged van ahhoz, hogy az iskolába tanultál. Emlékszel, majd van esetleg 4 év gimnázium, vagy felső képzések, és képzéseken végigmész, végigszenvednek, végigverik beléd, ha nem úgy csinálod, akkor még egyszer megbuktatnak, megaláznak, emlékszel, ha nagy nehezen úgy félkész vagy, akkor betesznek az életbe iránymunka. Aztán, amikor elkezdett dolgozni, senki nem néz vissza, hogy amit tanultam 10-15 évben, semmi értem, hogy abetörően nincs szükség, amit ott tanultam, érted? Senki nem néz vissza. Majd elkezdődik, fizess ki az adótájba, a sorba precíz legyél, csinálj gyereket, stb. Mert kell a következő brigádvezetőnek, és hogy mit nyúzzanak, emlékszel? És ha minden precízen végigcsinálsz, képzeld el, mondjuk 65 éves korodik, vagy 70 éves korodik, precízen végigcsinálsz, kifizeted az adókat, elmész dolgozni, gyereket csinálsz, dolgozol, hitelt veszel fel, kamattal ellátod a zsidókat, érted, hogy abból éljenek, mindent megcsinálsz, akkor képzeld el, kapsz egy csodálatos jutalmat. Életed végén a jutalom a következő, így szól, elrohadhatsz a földbe. Tetszik? Tetszik? Kaptál más ötletet? Kérdezem, hallottál valami más ötletet is? Csak tudod, én a gyerekeknek, most te is egy gyerek vagy, de kicsiknek is elmondom, figyelj, az ő programjuk ez. 3 évesen, 5 évesen, 10 évesen azt várják tőled, hogy nyúszhassanak 50-60 évig, hogy utána elrúghassa a földbe. Neked ez tetszik? Most kérdezem, tetszik valamelyik ötletnek? És miért csinálod akkor? Miért csinálod? Hát na, akkor hogy meghalom, meg kaja megint. Te mondom, figyelj, az élet véges, ő szerintük véges. Azt mondták, hogy bűnben születtél, bűnben fogsz meghalni. Porból lettél és porban porra leszel. Vagyis mit mondanak, hogy véges? Megjöttél, meg itt reszeltek neked végig. Most figyelj, ha az élet véges, játsszál egy picit. Ha tényleg megszületsz és meghalsz, akkor nem tök mindegy, hogy tömeggyilkos vagy, vagy szent. Ha az élet véges, nem tök mindegy, hogy zseni vagy, vagy hülye. Kérdezem. Ha az élet véges, nem mindegy, hogy kórus vagy, vagy milliárdos. Ha nem viszed úgyse tovább, érted? Meghalt az az vége mindennek. Akkor mi értelme volt az egésznek, amit addig tanultál, dolgoztál, vitatkoztál, veszekedtél, megszerezni akartál, uralni akartál? Mi értelme van, ha véges? Végigjátszottad már? De mi van, ha nem véges? Márpedig nem véges. Ha viszont nem véges, akkor egy érdekes dolog, ha nem véges a létezésünk, akkor viszont mindennek van értelme. Mindennek van hozadéka. Emlékszel,
Ha nem véges az élet, akkor bármit belevetettünk az életünkbe, gondolatban, szóban és tettben, annak lesz egy hozadéka. De tudatos vagyok-e én arra, hogy mit vetek? Tudatos vagy-e rá? Ma tudatos voltál arra, hogy mit vetettél? Képzeld el, egy embernek egy nap minimum, de minimumot mondom, 60 ezer gondolata van. Nem számolom a szavaidat, meg a tettédet, csak a gondolat. Már a szó meg a tett, az miből lesz? Gondolatból érthető. 60 ezer gondolatod van. Hányat tudnál nekem ebből elmondani? Hányat? Képzeld el, ma te vetettél legalább 59.900 magot, amiről se tudod, hogy micsoda. Eddig meg? És amikor az élettől kapod a pokont, hát miért? És azt mondom, hogy te tudod, hogy ez az oké, én vagyok, emlékszem, mondtam. És ezt akarja, ezt a titkot, amit én most elmondom, hogy minden, ami belőlem kiáramlik, az egy energia halmaz, egy mag, egy információ mag, ami belekerül a létezésnek a nem látható birodalomba, az is egy energia mező, ugyanúgy, mint a Föld. A Föld, tűz, víz, föld, levegő, az energetikailag is létezik. A gondolatodat se látjuk, az mégis egy mag, és ebbe a hatalmas energia mezőbe vetett bele. És mindenki kell, nem kívánságműsor és nem hit kérdése. Akkor azt mondja az ember, hogy te, hát erre nagyon oda kell figyelni. Vagy oda kell figyelni, hogy mi az a 60 ezer, amit az agyam legyárt, és én nem is figyelek oda, tudod? Vagy arra kell oda figyelni, hogy ne gyártson be. Mert ha legyárt, azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy magot én létrehozzak, érthető, egy gondolati szintű magot, az eszméletlen mennyiség energiát igényel. Tudtátok azt, hogy az energiakészletetek, amit egy nap elhasználtok, annak 70%-át az agy használja. Ezt tudtátok? Az energiakészletet 70%-át az agyat használja. Miért? Mostanában már érted, de egy csomó magot létrehozott. És azt sem tudod, hogy mit, de ha nem tudod, akkor is neked kell megenned, neked kell megízlelned, neked kell felfalnod, amit termed. Nem kívánságosod. Ha cseresznyét ültettél, egy cseresznye magból egy cseresznye fal lesz, azon nem egy cseresznye lesz, emlékszel? A keserű bogyóból is, ha elültettél, azon sok lesz. Nem mindegy, hogy mit ültettél. És ha az ember ezt megérti, akkor rá fog arra jönni, amit majd kicsit futólag említettünk, hogy ugye ne ítéljünk. Miért? Mert az okén vagyok, emlékszel, mindennek az oka. Tehát nem tudom elfogadni, hogy ennek a szarságnak én lennék az oka, ami engem úgy pofon vert. De kedves testvérem, azért nem tudod, de azt tudod, hogy hány magot ültettél és milyeneket. Nem tudod elmondani nekem. Nem Villás Béla találja ki. Angol tudós, 70 tudós nő, majdnem 30 évet dolgozott azon, hogy ezt a gondolati skálát létrehozza, hogy 60 ezer gondot a minimum van egy embernek. Ha egy kicsit fullosan vagy, több végén égeted a gyertyát, 90 ezerig elmegy a gondolatok száma egyetlen nap alatt. Egyetlen nap alatt. Most kedves testvérem, és megkérdem azt, ugye még egyszer, hogy miért élsz? Hát én nagyon egyszerűen így fogalmazom, az nem is ehhez viszlek közel. Azért élek, amiről feldöntöttem, egy szinten magasabban, ahol full precíz voltam és tökéletes. Érthető? Full precíz voltam és tökéletes. Eddig meg? Azt igyekeztem most leélni, és tudtam, hogy felejteni fogom azt, hogy inkarnáció, meg örökkéletező, meg angyalok, stb. Mindent felejtek. És mégis rábíztam egy magasabb rendre, egy szellemi hatalom, ami az angyalok rendje, és magamba is beletettem, és mint valamilyen módon bíztam abban, hogy majd valaki figyelmeztet rá, vagy szól nekem, hogy figyeljek arra, amit úgy hívunk, hogy intuíció, vagy belső, vagy megérzés. Hogy kezdjek el újra valamikor az életem egy szakaszában, amikor már túl elbuktam, amikor túl a mocsárban vagyok, amikor már túl sokat szenvedek, hogy valaki szóljon már, hogy te figyelj a bentre, mert bentre egy tökéletes pendrive van benned, egy tökéletes kártya, amin minden le van írva, hogy mi a dolgod, merre kell menned, mire kell igen mondanod, és mire kell mennek mondanod. Érthető? Miért élet? Azért élet, hogy mint tökéletes szellemlét ki tudjam magam próbálni egy állarc mögött, egy színházban, egy színdarabban, amit ráadásul én írtam meg. Érthető? Én írtam meg. Veled. De együtt írtuk meg azt, amiben most leülünk és hisz kellene mennünk és értenünk kell. Azért, hogy kipróbáljam magam, hogy képes vagyok-e újra befelé figyelni. Képes vagyok a csapdáknak, a háttérhatalmi információknak hátra fordítani, amiknek az a célja, hogy mind megzavarjon, hogy ne tudjam tökéletesen végezni. Érthető? Ami kim van, mindennek az a célja, hogy megzavarjon, és a figyelmedet oda vigyem magához,
mert tőled csak így tud energiát rabolni. Ha viszont energiát rabol, akkor te a te dolgodat nem tudod percet csinálni. Mert mikor létrehoztad, megtervezted magadnak ezt a tervet, amit én ennek a föld életnek hívsz, pont megfelelő tudást és pont megfelelő energiát is tettél hozzá, tökéletesen tudunk csinálni. Érthető? Minél inkább ki tudják vinni a figyelmet és olyannal foglalkozol, ami nem dolgod, annál silányabban fogod megtenni azt, amiért jöttél. Megteszed, de silányabban. Sokkal silányabban. Érthető? Úgy rakod össze a föld életet, hogy élvezd. Most ránézek az emberekre, még te vád is, és nem úgy néz ki, mint aki végigjelvezte. Érthető? Pedig meg fogsz döbbenni. Úgy rakjuk össze, hogy élvezünk. Ha én tudok valamit, hogy vár előttem egy nehézség, de tudom azt, hogy van hozzá elég tudások, vagy ezen keresztül meg, és van elég erő is, hogy ezt megoldjam, azért megoldott van a mosoly, nem? Ugyan egy nehézség vár rám, itt tudom még 90 percig, vagy 90 napig, de tudom, hogy utána boldog vagyok, érthető? Ha tudom a végeredményt, emlékszel, akkor szívesebben megyek neki. De most az emberek megszületnek, kedves testvérem, elmennek egy nagyon fontos dologba, ami azt mondom, hogy a legtöbb ember, ami él, a szerelem. Egy párkapcsolat, emlékszel? Vagy valamilyen szintű baráti kapcsolat, vagy családi kapcsolat. Belemegyünk, és fogalmunk sincs, hogy mekkora csapdákat tart. Fogalmunk sincs. Mindenki hord egy állatot, és most nézd magadra. Mikor te bekerülsz egy új családba, egy új baráti körbe, felveszel egy állatot. Egy viselkedési módon odafigyelsz, hogy viselkedsz, emlékszel, ez az állarc, meg? Oda mennél, képzel egy helyre, hogy na mi van kismiskák, megjött az Isten. Igazat mondanám? Igen, ha tényleg erre tudatos vagy. És sziasztok, ennyi dolgunk volt, szevasztok. És képzel, lehet a legtöbb ember mit csinál, állarcot hord meg, fel azok is, és majd mindenre, hogy mégis ezekkel semmi dolgom, majd három év múlva tudod megcsinálni. De három év múlva annyi sérültél, meg szenvedtél, meg küzdöttél, hogy a visítás van rajtad, érthető? Miért jöttem erre a földnevű bolygóra? Hogy végig tudatos legyek, hogy ki vagyok. Vállaljam fel meg a minőségét. Tudjam azt, hogy játszani jöttem. Tudjam azt, hogy nem az ártás volt a célom, annak se, aki felém jön, de nekem se az ártás volt a célom, érthető? Aki nem hord állarcot, hanem ezt érzi már belül, és azt mondja, hogy eljöttem, mert kezet kellett, hogy fogjak veled. De nincs több dolgunk egymással. Megyek haza. Hát hol laksz? Itt-ben. Tudod, mikor ezt mondod? Itt-ben. Nem a Kossuth Lajos utca 7 szám alatt, hanem én itt-ben lakom, tudod? Néznek rád furcsán, és már hát mindenki zűzű. Érted? És tudod, hogy nincs ott dolgod. Mi értelme van a föld életemnek? Egyet tudnod kell, hogy a létezőben nincs véletlen, és nincs szerencse. Tehát olyan nincs, hogy csak ide lepottyantál, ezt úgy felejtsd el. Érthető? Tévedésben valaki ide köpött, ugye? Vagy valaki lehajtott. Nem. A világ életemben tökéletesen rendezett és tervezett minden. Azt mondja, a Bibliájukra hivatkozok, figyelj, nem a buddhizmushoz megyek, meg a hinduizmushoz. Azt mondja a Zsoltárok könyve, meg a példabeszédekben is megtalálod, azt mondja, hogy hajszálad nem eshet le úgy, hogy én ezt ne tudnám, vagy nem akarnám, érted? Azt mondja, hogy hajszálad nem eshet le, értitek ezt? Most nem merjük, tedd már oda, hogyha ez ilyen precízen meg van szervezve, érted? És kérdezlek téged, volt már olyan, hogy történt veled, figyelj, ez másnap. Másnap, mondom, Isten, éreztem, hogy nem kell túl elmenni, nem kell próbált csinálni. Volt már ilyen? Na figyelj, így elmondod. És jön két napon megint egy szituáció. Megjön a belső hang. A világ csábítására fogsz figyelni, hogy a belső hang. Majd három nap múlva, másnap megint, pedig megint éreztem! Mit jelent, hogy a csábítás győzött? Értéktelenné vált az, amit belülről szól. Értitek, mit mondom? Értéktelenné vált, még a spirituális ember számára is értéktelenné vált az, ami belülről. Teljesen full érzéktelenné vált. Az az értékes, hát figyelj, a százan mennek, csak jobban tudják, nem? Hát én meg itt belül mondja valaki, hogy nem. Olyan, hogy százon rohannak, mint taszítják is egymást. Hát, hogy csak legyek én is, tudod? És tudod, azt mondja, volt itt egy időutazó, úgy hívták őt, hogy Immanuel, Jézus, talán hallottál róla, és azt mondta, hogy széles az út,
És nagyon sokan járnak rajta, még a megsemmisülésbe visz, a pusztulásba. És azt mondta, nagyon keskeny az út és göröngyös, és nagyon nehéz megtalálni. És amikor elindulsz rajta, nagyon nehéz rajta a járás. Azon az úton, amik a fényben, mert a fényben visz, érthető? De azt mondja, hogy nehéz megtalálni, göröngyös és nehéz rajta a járás. Utána kifényesedik, kiszélesedik, amik a szabadságba megértésbe visz. Az emberek nem szeretik az ilyen utakat, figyeljétek meg. Azt szeretik, amit már más kijárt. Érted? Mi nekünk az kell, amit már más megért, figyeld meg. Igen, olyan, ahol megyek én is, oda menjünk, és szépen Egyiptomba. Mert te, nem, miért mész te olyan helyekre, miért akarsz olyat megélni, amit más megért? Nincs rá értelme. 2-8 milliárdban vagyunk a Föld nevű bolygón most, 2 egyforma életet nem értünk. A 8 milliárd közül nincs 2 egyforma. Mind más, érthető? Más. Egyet fogjál fel, mindannyian unikumok vagyunk. Lejöttünk ide a sűrű anyagba, és mi az értelme, figyeld, most 8 milliárdan, és mindenki egy másik ízt, egy másik rezgést, egy másik szint, érted? Egy másik élményt visz haza, ugyanerről a világról. Talán egyszerűbb úgy fölfogni, hogy van a Himalája, egyetlen csúcsa az a K2 felül, de képzeld, de hány úton lehet elindulni, érted? De a célja mindenkinek egy, érted? Hogy megértse a Himaláját, megértse az, amit lenn van, hogy mi miért történik, mi miért van. Érted? És ha megértel ebbe az életbe bármit, egy picikét, ha megértel valamit, volt már az, hogy azt mondta, hogy értem már, előfordult velünk? Úristen, volt már ilyen, úratyám, hát ez ilyen egyszerű, volt már ilyen? És kérdezlek tőled, attól a pillanattól kezdve, amikor valamit megérted, ezután az etalon lesz, és az többet állt, nem hárman. Őszintén. Úgy hágod át, mint a sicsmás. Érted? Értitek? Olyan értéket találtál, amit te találtál meg, érted? Te találtál meg. Te fogtad fel. Úristen, hát ez ilyen, miért nem értettem ezt hamar? És kedves testvérem, a következő óra vagyunk Istenben. Értitek? Mi a földi életemnek az értelme, hogy megértsem. A megértésem, az nem lehet ez, hogy így megértek rögtön mindent egyszerre. Én nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de én még ilyet nem találkoztam, nem láttam, a nagyobb közsel hallottuk ilyet, a régiek közül, ez megtörtént, érthető. De azt viszont érzem, hogy vannak kis megértések. Kicsik, nagyobbak. És rájöttem, hogy ezek mind lépcsők. Benned önmagad felé. Figyelj, ezek mind lépcsők benned önmagad felé. Ha ezekben a lépcsőkben, amit megértettél, hű maradsz, és azt többet nem hárod át, nem lépsz rá, nem döntesz másképp, nem csinálsz másképp, akkor automatikusan egyre magasabb, nemesebb, értékesebb megértéseket hoztál. De amikor van egy egyszerű kis megértésed, és már 10 perc múlva áthárod, méltatlanná válsz a következő picire is, érthető? És innen van az, hogy sors meg karna, majd jövök a következő életben. Érted? Majd jövök a következő életben, majd megint jövök a következő életben. És köszönjük a testvéremnek a kérdését, elmondtam, hogy nem az az értékeseknek 1200 volt, hanem az az értékeseknek 20 volt, érthető? Mert ő megértette 20 alatt azt, amit a másik 1200 élet alatt se értett meg, érthető? És értsétek meg, ez csak ezen múlik, hogy mi a életemnek az értelme, hogy megértsem ezt a világot. És figyelj, mikor látjátok itt, hogy minden káosz, meg összeborult, meg harcolnak, meg jön a világháború, meg mindenki lop, meg hazudik, meg csal, meg megerőszakolják, meg molesztálják, nem tudom mit csinálnak, rábízottakkal, a kicsikkel, a végtelennel, érthető? Én megállok és mosolygok, és azt mondom, hogy ez így tökéletes. Miért? Mert már kívül vagyok belőle. Érted? Mert már kívül vagyok belőle. Már nem hat rám, nem érdekes. Tudod, kik vannak bennem? Akik nem figyeltek a megértésükre. Tudod, hány szülő, aki tökéletesen érti, hogy a vallások, hazugságok és vallások, és mégis a keresztény iskolába jutta a gyerekét. Van ilyen soka? Van? Nagyszerű, érted? Csak most egy konkrét példát hoztam neked, hogy mit csinálunk. Valamit megértünk, és mégis átvegyünk. És belenyomjuk azt a másikat is. Én kín vagyok belőle, tökéletesen látom ezt a világot, és azt mondom, hogy kedves testvérem, ez a világ, mint vizsgahely, mint feladat, mint a megalázás helye, tökéletesen lesz a dolgát. Érted? Kijönni, hogy lehet belőle, mindezt érted.
És mikor érted, akkor te csak pakkap, pattansz egyet, fel. Felette vagy, nem ad rád többet. Egyik része se vonz. Egyik aspektusa sem vonz. Semmi nincs már olyan, amire én szívesen részt veszek ebben az életben. Miért jöttem? Dokumentálni ezeket a dolgokat, mikor megértettem mindent, figyelj, már nem vagyok része ennek a világnak. Nem vagyok része, mondják a nagyok, már nem vagyok része. De dokumentálok mindent, és itt megint előhozom a régi magyar mondásunkat. Buta ember, mit csinál? Nem tanul a saját kárán se. A bölcs a más kárán is képes érthető. Ő, aki már kikerült a bölcsebből, mert azokra a pici kis lépcsőkre, ami benne született meg magáért, emlékszel a megértései a picik, hajlandó rá hallgatni. És akkor megél az élethelyet, azt mondja, nem. De úgy döntöttem, én már ezt a szintet elértem, megléptem, nem sérdek vissza. Érthető? Nem sérdek vissza, nem teszek. Még. És végül ő megy a bölcsek páholyába, és már a legutolsó feladatokat, a legutolsó terheket, a legutolsó kellemetlenséget nem kell, hogy megélje, hanem képes dokumentálni másban, és más tettein, más megélésén keresztül megérte. Eddig érthető? Nem kell nekem megélni. Érthető? Hogy működik? Ez a földjelzetek lényege. És hogy még egy picit ugye kerekítsek rajtam, az így kevés, mondok nektek egy történetet. Újszövetségben van a Bibliájukban, Lukács evangéliumában a tékozló fiú története, biztos hallottál róla. A tékozló fiú hatalmas királyként születik, végül a saját szolgájának ez a szolgája. A legvégén trágyában alszik és moslékot eszik. Érted? És ott jön rá, hogy itt valami nem kerek, mert visszaemlékszik ő is, hogy ez nem így kezdte, érthető, és hova kerül. És van egy belső hang, amelyik azt mondja, hogy gyere haza, nem ide való vagy. Jól érzed, ez tényleg nem itt ez a te dolgod, gyere haza. Ez a belső hang volt az egység szava, nevezzük Istennek, ha úgy tetszik, de ez így nem jó kifejezés. Hívja, hogy gyere haza. Ő elindul hazafelé, nem fizikálisan, ugye nem egy szellemi úton, elindul hazafelé, de ott cseng a fülébe, hogy majd hazamész és számon kérnek és megbüntetnek és a pokolba mész és megaláznak, lalalalalala. Ő a tékozló fiú. A just megkapta, az atya minden tudását, mindenét megkapta, úgy jött ide. És pucér egy szár farkaza, semmi más. Trágyába alszik, most létezik, érthető? És mégis a belső hangra hallgat. Annyi pofont kapott, annyi megértése volt, amint nem lépett rá, aztán elkezdett rálépni, feljutott valahova, és már nem zavart, hogy trágyába alszik és moslékot eszik, hanem csak érezte, hogy nem ott van dolga, érted? Nem zavart, és nem ott van dolga. És a belső hang azt mondta, gyere haza, gyere. Na végül elindul haza. Hazamegy, jön vele szemben az atya, óriási tömeg, ott valaki várja, és hát látja őket, hogy azt megöltem, azt megaláztam, látja az egész föld életét, azt kihasználtam, azt becsaptam, annak hazudtam. Hú, Isten, fordulna vissza. És az atya addig odaér hozzá, megöleli, ölei hosszan, és érzi, hogy átrezonálja a tisztaság, az erő, a szeretet. Már érzi, hogy otthon van. Az atya azt mondja, hogy szeretlek téged. És akkor érzi igazán, hogy mi az, hogy szeretet. Érthető? Mert az atya lehúzza az ujjáról a hatalom gyűrűjét, képzeld, lehúzza, és ráhúzza a fiájára. Erre a tékozlóra, erre, aki mindent elszart meg, mindent tökretett. És azt mondja neki, mindenem a tiéd! A történet szerint ott van egy másik fiú, aki ezt végignézi, aki soha nem hagyta ott az atyaházát. Soha nem jött le a földre leszületni. Érted? Soha. Olvasd el! Nem ez ugyanból szívus. Ennek neki azt mindent, én meg még itt voltam mellettem, azt még egy semmit nem kaptam! Hallottad, mit mondott neki az Isten? Hallottad? Én sem, semmit. Rá sem nézett, értéktelen volt számára. Aki ott volt vele mégis. Aki viszont lejött, és megbelítkezett az otthon ellenpólusában. Mert otthon emlékszem, mit volt Jézus, nincs halál, nincs fájdalom, betegség, nincs háború, nincs pusztítás, semmi, érted? Ott nincs olyan. És az mégis eljött ide, aki most itt ül velem szembe, tudod? Eljött az a tékozló fiú és lány. Lejött ide, megbelítkezett az otthon ellenpólusában. Azt mondja az orrán, hogy értsd, hogy mit ér egy pohár víz, ahhoz hőségkel, meg sivatag, érthető, hogy értsd, hogy mit jelent élni, ha az egyszer ott kell állnod, hogy befagyasz a túla mellett, érted? Mi a föld életed értelme?
hogy az otthon ellenpólusát megtapasztal. Mikor ez a tékozó vissza, most miért adta neki mindenit, azt mondja, minden nem a tiéd? És megpecsételt egy gyűrűvel. Tudta, hogy az többé nem hagyja őt el. Érthető? Az megtapasztalta az otthon ellenpólusát, annak most már van a világról milyen, egy másik tapasztalat a képe valóság, érthető? Ami szörnyű ahhoz képest, ami fennmaradt. De ő nem egy elmondás alapján tapasztalta, nem csak úgy, hogy lekukolt felülről tudott, hanem lejött és megpróbálta. Kik ülnek velem szembe, kik ülnek azok, akik majd ezt nézik? A bátrak. Te vagy az az érték, csak fontos, hogy magadban is ezt megtaláld. Magadban is dokumentáld, hogy igen, én egy csodálatos, hatalmas érték vagyok. Érthető? Az a tékozló fiú, aki megérte az életet, az többet nem hágja, és mikor hazamegyek, engem az otthon vár, a végtelenség, a csoda vár, nem a bűn, meg a bűn. Érted? Köszönöm. Megkérdezzük a még anyákat, mit üzen nektek, hogy Győrbe, jó? Égi atyáink, égi anyánk, fényfia, megköszönjük, hogy üzensz nekünk és testvéreinknek, szerte a nagyvilágban, mire készüljünk, mi vár rá. Ez a rovásban a sövetünk. Biztonság, emlékszem, mi vár ránk? Mire készülünk? Biztonság, védelem, gondoskodás, mint ág az ég. Az érzelem és az anyagi világ. Hátradőlhetsz, dolgaid rendeződnek, az ég áldáshoz megfáradt szenvedő gyermekének. Égi vándor, fogadd el és adj hálát érte minden létedben részvevő létezőnek. Ezáltal stabilizál a csodát, mi vár téged, égi vándor testvére. Azt mondták, pusztulás, világháború, szenvedés. Nem igaz. A világ megtorpan, de nem megy át rokadásba és pusztulásba. És az ébredés itt lesz. Aki érti ezt, az az elsők között ébred, és övé lesz az, aki a többinek fogja nyitni az utat és tanítani őket. Legyen köztük. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, és köszönöm, hogy vártatok. Sziasztok! Vasárnap, nagy megyen lesz. Sok éve ugye volt az a Covid, akkor megtört ez a történetünk, és vasárnap Nagymegyerbe vagyunk, a Döldésjátban szoktunk lenni. Ha úgy érzed, hogy arra is jársz, akkor nagy örömmel fogadunk téged természetesen. Köszönjük és köszönjük az egyikőt. Sziasztok! Gyönyörű a világ! Megbetal, ugye? Megbetal. Én lennék egy fényes csillag, ki beragyogja élet után.